Taiga the Gaming Channel. I feel better every day. The troubles I had have been washed away. I'm cleaning up my act and moving on. In the silence of my room, I'll sleep all night and get up at noon. There's nothing to distract me in my üdvözlök mindenkit, sziasztok! Folytatjuk a melót ezekkel a gigantikus, óriás gépekkel. Hát ezzel gyakorlatilag maximum a hátsó kertet lehetne megművelni legjobb esetben, de mi megoldjuk, hogy ez egy egész szántóföldet művelni tudjunk. Hát ma megpróbálunk ezt azt még tenni, ami nem volt. Például krumplit ültetünk, lehet, hogy lucernát aratunk, meg ha van egyáltalán, de úgy emlékszem, hogy van a földön valahol, illetve hát kellene még silózni is valamit, majd meglátjuk, hogy füvet tudunk-e, vagy mit tudunk, mert szilás szükséges lehetne a bosziknak. Üdvözlöm a megjelenteket, itt van Magolya Bence, Ákos, Kaktusz, Csatári Szabolcs, Antó, Ernő, Meskó, Tivadar, Felker, Ferenc, üdvözöllek, mint szponzort, Zenebonával természetesen. Na, közben megjött Danka Gábor is, akkor neked külön-külön még egy zenebonát. Azt akkor nézzük a melót, mert már Topi már tűkönül, úgy hallom. Azt igen, mert le kell tárcsázni. Nézzük, mit csinálnak ezek az urak. Aha. Még semmit. Na, hogy fognak. Itt vannak már előttem egy páran. Sertések rendben. Szerbusz, Dél Jóska! Na, húzod gyorsan kifel azt, azt vágjuk is le. Hol van Bence? Mi Zonja kell már meg? Hozzad az orzót. Mit csináljak vele? Hát disznót vágunk. Én most nem akarok, köszönöm. Nem akarsz. Nem vagyok előkészülve. Arra egy hét előbb elő kell készülni. Mert mivel? Hát hagymavágás, meg kell jól... Persze, meg ugye be kell áztatni a fokhagymát a fokhagymaléhez. Így van. Na. Meg most meg a kormányt is ide kell húznom. Hát de hát ez, ebben mi van? Ebben van szecska, nem? Van, hát tűz. Hát akkor meg lesz itt szilás, be kell takarni. Vágjunk még hozzá? Hát de majd még vágjunk. 46 ezer liter. Mondjuk hát nem tudom, nem sok marhánk van, mert ez egy kis terület, de akkor megfelelően vágunk még. Lucernát be kéne silózni, nem lehet? Hát nem tudom. Mert valahol van lucerna. Mi hova raktad az ekkémet? Lucerna lila. 22-es földön Lucerna van, meg a 10-esen is. Nagy volt az az eke? Megnézzük, hogy hogy állnak a növekedésének. Jó, 22-es, ahol a 10-esen Lucernát lesz be lehet takarítani. Mindjárt a szalmát akarom elintézni. Jaj, akkor megkeresem addig. Én is úgy gondoltam, ne is haragudja. Ja, nincs jogom vásárolni. Adjatok jogot, mert jogom van befogja a számot. Nem voltál bent. Most meg igen, de jogom van hallgatni. Ó,
Na, akkor valami kaszáló alkalmatosságot kerítek. Pasó, ismét kuzenünk lehet, köszöntelek ismét a kuzenek közt. Pont megérkeztél te is. Akkor zenét most kaptál, úgyhogy most nem adok másikat. Most dolgunk van. Kipróbáljuk ezt. Hello, Mika! Szervusz, Kovács Zsoltár Pád. Itt van Antal, üdvözöllek, mint szponzort! Illetve akkor visszakozz. Legött, Leslie is, téged is üdvözöllek mindjárt, mint szponzort. Jó esét, akkor Csatári Szabolcs, Antoni, nektek köszöntem. Akkor ott tartottam, hogy Csámpai Rihárd, Paulik János, László, üdvözlök téged is, mint szponzort. Illetve Darányi úr? Nem. Surányi Dávidot látom, de mint a Darányit is látom, de nem, az ő nincs itt. Akkor Surányi úrnak és Dénesnek is, mint szponzoroknak, illetve Szeminek, meg Pasónak is, akkor már mint szponzoroknak hűrök zenebonát. Ebbe lehetne krumplit vetni, ebbe, amit mondtál. Ezt hogy lehet lenyitni ennek az izért? A balegér gombbal, ha jól emlékszem. Én menek krumpli vetővel. Megyek én is. Jaj, szedjétek össze a lucernát először. Megyek én. De a lucernát először szedjük össze a lucernát. Okay. Meg lehet, hogy jött még valaki kaszálni is bármelyik, nem tudom mennyire haladok. Mivel hamsterre vagy szedjük? Igen. Addig én megcsinálom a krumplinek a fődet. Oké. Okay. Megkoronálom a szántát. Hát ez lehet, hogy nem vágja, hogy mi van ezzel. Sehol. Ez nem vágja. Ez kombájnak kell aratni, vagy mi a rossz sem? Nem tudom. Be van kapcsolva. Most a kikapcsolásom van. Hát nem tudom, nem vágja. Hoznék akkor majd mást. Ebben van szalma. Igen, az még az enyém volt. Az nem jó. Nem veszik el így az állatok szerint? De. Szervusz, kellemen Krisztián, akkor képzelem, mit történt velem, térdemben valószínűleg elszakadt egy szalag, és vagy több ki tudja, még majd hónap kiderül. Hát ez nem egy nagy öröm, Dénes. Meg mi a franca lehet akkor még vágni, akkor most húzom azért 14-es fűkaszát. Ez van a fűkaszáló traktor. Hol? Hát egy volt, de az nem vágta. Az ott is megy, ahol nem kéne. Na, meg. Jó, akkor én máma nem szólalok mit. Bencére ne hallgass. Megnézzük ezzel. Már hónap készül a nagy napra. Igen, így igen. Van, hallod, én vágok legelőször az új fűrészsel, úgy, de várom ma. Hú, szervusz, Juhász úr! Ervinkuszról lemaradtam, hello. Mai munka hát ez lesz, meg krumplivetés, ha minden jól megy. Meg majd a fene tudja. Nem volt át olyan bátor, Stopi. Nem. Ezt nem lehet vágni. De vágja. Ez vágja. Jön a tesz is. Jön a tesz. Na majd add teszbe nekünk. Na, jó koszosz. Láttam, hogy jár. Nagyon hal vagy. Hal. Nem baj, az nem baj. Szervusz, Feri! Mi? De már... Én akkor olyan agyvérzést kapok. Esküszöm, hogy átírtam. Kézről, sajnál rá kell még frissíteni, ezt duplán átírni, vagy nem tudom, hogy hogy működik ez a rohadt, szép Twitch, de már agyamra megy. Na most már ráfrissítesz. Ja, de kell... Valaki hozzá egy bennet. Most már azt írja. Remélem. Tehát tényleg mindig elfejtem, megfogadtam a többször, hogy kétszer írom át, mert egyszer nem mindig írja át.
Rá kell frissíteni. Na most is halk vagyok? Most már nem. Jó, nem. Most már túl hangos. 90% tudjuk. Na, yeah. Hozzátok, vigyétek a lucernát. Hát jó, kellene egy rendcsotó. Mondjátok sodorni, ott van benne a telefon. Állja, megnézem, ha mennyi lett a bírtság. Hányos föld a személy? 10-es balfősű sorok. Itt egyben a kijött a telephelyre álltunk. Hát miért több izé marha megdöglött, vagy mi van? Három volt összesen. Három egy, kettő, hát. Annyi három. Jó, mind, annyi ám. De szerintem még lehet jönni valakinek kaszálni is. Vagy a feleset tudja meg, vagy elbírom. Hát be szegényeknek be van dobva ide, ide, ja. Visszavert a képvinőségbe a YouTube-on? Én nem vettem vissza a képvinőséget YouTube-on. Szervusz, Aniszó Szabolcs, szervusz, Munka Rihárd, üdvözöllek. Most már jó, Feri, köszönöm a visszajelzést akkor. Hát nézzétek meg, ki az, aki YouTube-on van, nézzétek meg, hogy milyen Full HD-ban megy a 60 FPS-sel, mert ha igen, akkor jó. Ha nem, akkor majd ránézek, de hát annyival kéne mennie. Mindjárt, mindjárt. Mi? Szedi? Ahogy neked. Nem is hagyjál, nem küldjál nem csodat. Na, akkor jó van, akkor. Hát megmondom az őszintén, Taika egy picit ilyen át, ilyen homályos, ilyen, nem tudom, ilyen pixeles, pixel. Pixelkockás. Ráállítok, nem kéne. Merre kell menni kaszálni? Hova? Tízes. Tízes. Na, full HD-ba vagy. Lehet, hogy kár volt ide hozzá a tízét. Hamstert. Hát ez az nem jó, az nem veszi. Nem viszi. Vagy próbált ki, ha próbált ki, ha itt vagy lehet, hogy én utána balfék hozzá, de nekem nem vágtak. Ez nem jó, ez az őt rakja. Nem tudom, nézd meg, jó, nekem nem, én nem bírtam vágni vele. Füvet azt vágja, tudom, de ezt nem vágta. Valamiért. De lehet, hogy csak én szúrtam valamit. Külső nézetből, kicsit hülye a külső nézet, Richard, mert tek vele, hogy be nem vágol. Nem meg szokott őrülni néha. Valami belehajtottam. Tényleg nem vágja. És a bontatott kata? Az vágja. Én vágom. Másik ember a borsót. Akkor megyünk másikért. Na ennyi, na úgy vagy. Hát Johnny, ez nem ez a vetőgép. Mert? Felé te hagyja. Ja, ki van fogyva. Hát ez király volt. Nincs a kérdésem. Nincs a kérdésem. Nektek például gyomosolás, vagy letaposás, vagy metezés, ezekben letaposás nincs semmi bekapcsolva. Szóval a tesztre, mert nem dolgozik. Jó, rászóltam. Szervusz, Richard, üdvözöllek téged is, másik Richard. Na miért nem dolgozok, dehogy nem. Hát... És vágtam már ki egy szálat is? Csak hát, a üzemanyagot pazarlod. Most megyek, aztán már mindjárt lesz. Na, akkor csak nem dolgozta. Ott van a, ott egy ilyen mondatott izé. Kasza. Még a... bejáratnál. Meg hát húzod valamivel. Dézi 4K elbírja. Ne őríts bele, te állat! Na, jó van már. Semmi. Szervusz, még egy Richard, Dibuz Richard. Ja nem, de itt volt, bocsánat. Azt hittem még egy Richard jött. Szóval, hogy Németh Krisztiánnak is hello.
Nem ilyen. Kaszálás. Aztán már nézzétek meg, vittél már be? Szemű vagy, nem vittél még be. Nem tudom, hogy ezt minek fogom, minek értékeli, hogy ezt be lehet, be se lehet borítani a silóba. Hát akkor majd ezért ne bunkerbe. De bunkerbe a szilásnak. De oda biztos nem. Hát mindegy, akkor majd erre raktározzuk. Elmentél, Topi? El. Az jó, ugye, ilyen gyorsan. Egy kicsit kemény kifejezés. Főszélén mentem, még jobb. Balázs, van. Már köszönöm a követést. Elfölösleges használni, veszek egy. Mi lesz a helyén? Mit ült? Nem tudom, még egyelőre betakarítás folyik, aztán majd látjuk. De lehet, hogy ez újra kinő? Nem, ez nem nő ki újra, mi? Nem tudom. Meg kell nézni, hogyha leradtuk utána, minek mutatja egy idő után. De van még egy másik ilyen föld is egyébként, csak nincs megérve, azt még lehet, hogy meg is lehetett rágyázni. Na 22-es is az. Igen, csak kíváncsi vagyok rá, hogy mire tudjuk ezt használni. Jó. Halló, Bakó Rihárd, csak jött még egy Rihárd. Levendula, ez nem levendula. Lucerna. Neked is azt a YouTube minőség? Nem tudom, akkor YouTube-ban lett valami, nálam fullonban. Most elindítottam, full HD vagy. Hát nézzél akkor, Krisztián, Twitch-en vagy Facebookon. Bence, melyiket ezt a két métereset vetted betűgépbe? Szürkét. Szervusz Ákos, ne meg lehet próbálni átállítani, át lehet állítani, hát akkor meg jó van. Akkor nálatok valami, úgy volt. Szervusz közben, József is. Előbb voltam Facebookon, ott is rossz volt, de most megyek Twitch-re. Mi az, hogy Facebookon is rossz? Valaki mondja már Facebookon, hogy rossz, de nem hiszem. Akkor valami alapvető probléma van. Nálad, leginkább szerintem. Mert más nem jelezte még a gondot. Hát most majd lerakom, majd látjuk, hogy a levetőgépet is kell majd még kezelni. Az nem beti meg. Milyen madár meg barhult itten a izét? Mi sem ilyen madár? Fecske? Fecske? Ja nem fecske. Egy fecske ilyen. Nem csinál nyarat. Izé holló? Vagy mi ez, barjú? Mondtam, szerintem csóka. Megbarhult a madár itten. Azt a mindenit, Topi, micsoda géped van? Igen. Jó, megy az. Facebook tökéletes, Antaro. Köszönöm szépen. Itt is homes a... Homes, tehát... Krisztián, nálad van alapvetően probléma valami, mert mindenütt jó.
Vagy nem tudom. Úgy látszik, hogy más. Szervusz Zoltán, üdvözöllek. Állapotjelentést kérnék a streamről Zoltán, mert itt már mondanak mindent. Egyiknek rossz, a másiknak jó. GPS szemét, Bence? Persze. Igen, mindjárt mentek. Oké. Okay. Ez hanyas föld? 13, nem? 13. Nem, 12. Kumpi. 12 kumpi. Na. Nem. Miért nem látszik benne az izé? Majd baj van, mert a másik mapon látszott, na mindegy. Így érdekes neve lett, Topi. Nem baj, látom. Megy a vetés. Minden oké. Hát akkor nem tudom. Jutom el, át kell állítani a minőséget, de az is jó. Hát akkor jó. Szervusz Kócsó Gergő. Lehet csipás a szemed? Hát lehet, hogy mocsos a szemüveget, Krisztián. Volt egy ilyen sztori, még apám mesélte nagyon régen, hogy elment a koma az orvos, az aztán mondta neki, hogy hát doktor úr, valami baj van. Nagyon romolhatott a szemem, azt mondta, mert ugye útkor voltam itt szemüveget iratni, és akkor nagyon tökéletes volt minden, de már most megint alig látok a szemüveggel is. Nézzél a orvos, hogy közelre adja ide a szemüveget. Odaadta neki, elment a csaphoz, szappanos vízzel megmosta, leöblítette, visszarakta a szemére. Úristen, mit csinált meg a doktor úr? Hát semmi, csak megmostam, néha nem ártana. Nem szokta tisztítani? De, szoktam, szalonnázás közben, szóval kis megszoktam törülni a kezem, mert így mutatta, hogy megtörli a szemüveget, a nagyja port letörli róla. A szalonnás kézzel összefogdossa. Ez csodálkozik, hogy nem az igazi. Hát érdekel, mert írgat a mennyiségű vetőmakkel, de gondolom Bence már ráébredt. Van. Látom. Hozott akkor már rengeteget, úgyhogy talán nem fogyunk ki belőle. De ezt magamnak hoztam, már ne is haragudj. Nem haragszok. Csak oda megyek tankolni. Az igen, még a vetőanyagot is... csicsenti. Hát nyilván. Az egy földet mindjárt behúzzuk, azt ennyi volt. Elfogadta valami a Lucernát? Hát, a Sirogödör, nem? Kérdezem, nem tudom. Azt mondom, a Sirogödör még nem. Elfogadja? Hát, hogyha elfogadja, akkor... Azt igen. Tiger kilépett a gépéből. Uh-huh. Hát, mert hozza a vetőmodot. Megnézem az énapadást. Szerintem a Siló is elfogadja, már nem biztos, hogy rá. Annyira... nem egy messze. Na, azt akarom mondani, hogy egy menet közben majd meglátogatok. Én... Szénapadlásomat. Látom, hogy 4%-on volt, amikor pillantottam oda. Ja. Egy picit. Oké. Okay. Köszi. Bence, te is rankoljál, mert hogy oda-vissza nem mindig bír ki. Jaj, húzom még, húzom. Megvan? Mhm. Ah, te ezt micsoda géppel jössz. Gép szörnyel. Hiszen ott maradt a szalma, nem? Ott álltok be. Nem volt
szamuráj. Szomorú szamuráj. Megyen ez! Azt mondja, hogy de jó kis gépek ezek jók, Zoltán. Szervusz másik Zoltán, Dobrosi Zoltán. Üdvözlöm mindenkit. Szervusz Manuel, jó munkát köszönjük. Itt van Kántor Krisztián, hello! Nincsen rúdva ebbe a izé. Ebbe van. Jött a permetel lővel, a tesz, mit akar permetelni majd, ahogy befejeztük? Hát a műtrágyát szorom rá. Tudom, hogy befejeztük ide. Hát azt most visszamész, azt szerintem akkor már itt le tudom húzni. Valószínű. Csak az már nagyon széles, úgyhogy meg kell várni még a megfelelő szélesség. Hát azért mondom, hogy ott most, ha oda beállnál ide, nem oda, a másik ide. Nem, ide, azt nézem, ahol... hogy hova fordul vissza a szembévő. Hát majd látja, hogy itt van. Szerintem ezt már behúzod, nem? Hát én behúzom, mert GPS-szel húzzuk. Na, hát ezt behúztad, jó van, akkor ez nekem tökéletes. Na, szórhatja is. Még a végét még nem, de... Majd idővel azt is. Na, még egyszer föl kell jönnöm, ittem ezt a fésót. Nem tudom, más, ez 19, valami 19. Az visszanőd magától, vagy úgy... Hát megjel. Jó kérdés. Mert elvileg szántást igényel az a fél. Nem tudom. Vajon akkor persze... Droni, a másik földbe mi megy? Nem tudom. Krumpli. Te van valami krumpli szedünk? Hát te találtad ezt a kiforgató zászkot. Hát nem tudom az, hogy működik, hogy az hát majd kipróbáljuk. Kiszedi, hogy szedi föl? Hát rá tudjam. Te találtad. Le kell fejezni, majd fejezőt kell még majd szerezni. Ez az elméletileg rendre húzza. Csak aztán annál, hogy szedjük föl majd az a kérdés. Markolókon áll. Hát legkülönbözőbb szabb esetben. Bevessük ezt is krumplival, vagy más vessünk be? Hát más. Hát nem kell egy krumpli. Molnár Miki, köszönöm a követést! Mit vesünk bele? Kukorica van már vetve? Most a videót is meg kéne ám hordani. Hát majd kaszálni kéne is majd. Csak hogy mit vessünk, akkor kaszáljunk, vagy? Kaszálni is lehet, hogy a siró... Veszek ilyen fajintos kaszálógépet. Milyen? Mi veszel? Van annyi kaszálógép? Hát a Krammer, ez ilyen maga traktor. Hát de van olyan is. Van olyan is. Hát ezt azzal akart várni a Lucernál, csak azt nem bírta. De lehet kukoricát vetni a másik földbe. Ez mit vet itt, ami itt van hátul? Ez szemenkétinek tűnik, de gyanítom, hogy nem az. A Johnny, amire Topi, ide... arra mész, nézd meg, az milyen vetőgép. Azt meg kell szólni, ízével. Az kukorica. Mivel? Kukorica. Jó, meg vissza kell egy ilyen kicsi késcsorosat. Ide jöhet kukorica. Meg azt mészsel, meg mit állítottam vissza? Jézus, mert valamit vissza. Ne, az ki van kapcsolva. A mész ki van kapcsolva? Hát nem mutatja. Jaj, rajta ülök, hülye. Pedig ki volt. Miért szükséges? Nem. Ha nekem mutatja, hogy... Nem baj, de az ki van kapcsolva. Nem vetjük el. Nincsen ilyen retro mészszóró. Most hol kell füvet kaszálni? Johnny. De vannak még ilyen fűterületek. Meg 32-est.
Hiszen itt van ám a nagy telep, csak is mondom meg nektek. Ha jártok. Itt van egy nagy telep. Tudom, az a modern telep lesz majd, tudom, az a másik telep, az majd az innováció itt, után itt lesz. Itt izéne, a nagy tény, a nagy izéne. Igen, majd amikor fejlődünk, ha, amikor legyen. Már majd a legkisebb gépünk is ezért a Zetor lesz. Itt minden le van vágva, ti. Kapi, te elég gyorsan vett. Szervusz, Szabolcs! Mini traktor TS körülbelül. Azt mondja, Ákos, most már csak ezek a gépekkel lesz munka. Ma, hát ezen a mapon igen. Szervusz, Tamás! Oké. Hogy mondtad te? Mondom gyorsan. Látja. Hát Dongó, ide mit vetsz? Ez technika. Kukorica. Ide is? Hát akkor lehet, hogy nem kéne egy kukorica. Nem a felét, úgyis te kell sírózni. Hát a kettes bevetette kukorica. Hát 11-es is azt kellett elvetni. Ezért topi, úgyhogy akkor oda megyek. De a másik szélén kezdem, mert én kisebb betűt hoztam. Vajon mert... Akkor kevés van, azért vetek ide azt. Tehát ezeket a krumplivetőket ide lehet. Szerusz Arex! Mire hátára? Bemondom, mert lehet, akkor miért van, hogy miért vagy a... Vagy Alex néven, ha Zsoltikának hívnak. Egy jó kérdés. Mi? Mi a következő munka fázise? Hát nem tudom. Hogy állnak a jó utcáról? Előre büszkén. Na, hova kell még kukorít? De várj, ez miért nem vet? Ahol Taika van. Be kell, jaj, külön be kell kapcsolni, betoljuk. Azt hinne az ember, hogy a kerék hajtja. Az hajtja, de külön be kell kapcsolni. Amúgy maga már van. Hát itt van egy csomó, ahol én vagyok mellettem. Vető mag. De oda lehet hívva kocsival, nem? Igen. Mondjuk van még, de sokat nem esik. Nem hátra fekszik. Azt nem mondanám, hogy szakít vele a TZ4-ka. Na, mi legyen a következő munkafázisra? Hát a kaszállás, akkor azt mondom, akkor még silót meg kéne tölteni. Csak most nekiálltunk vetni. Ezt mi beveszünk, bevetjük Tobival, kukoricával, aztán... Azt nézem, szerintem 3 méteres. Lányom 4. Hogy? Lényem meg 2. Lányom 4. De ezt kimondott kukoricavető. De hát is, ami rajtam van. Bosgi úr, köszönöm a csillagokat! Mostanában nem kellett alkoholizálnom. Hol kell kaszálni? Csak józan életű lettem. Tessék, kaszálni? Hát ott Bencét kérdez, mert ő van ott. Nem lehet sehol se kaszálni. Nem, el is megnőve? Hát akkor nem kell kaszálni, hát mezsdjéket esetleg itt ott. Na mindegy, ezt itt a tajka behúzom. Ez a hülye, nem elindult hátra. Volt még egy nagy fű. Hát ha 33-as meg 32-es levágtuk, meg a 31-es több nincs. Topi, hogy van olyan csík? Közöttem, mi az a csíkot? Azt nem hiszem. Pedig azt mondta, hogy
látja, hogy be van vette. Na, hát, Dinamo, bemondom a neved, meg kapsz egy zenét is. Facebookon ez a neved, de igaz, oké, Zsoltika, megpróbálom megegyezni. Szervusz, Bütykös Misi, szervusz, Meklaci, Zsigmond Kornél, Csatár Árpád, illetve Sebastian is itt van. Üdv neked is. Azt ugye kukorica neved. Az igen. Micsoda? Aztán ezzel haladtam. Haladok, pláne, hogy hattal megy, lejtjön lefele. Úristen. Mi van? Na ez. Az már igen. Tehát topja a mennyiséget, Dongó meg főleg a mennyiséget nyújtja, én meg a látványt. Jó, nekem nincs benne a műtrágyas füzé. De ebben sincs. Akkoriban műtrágya még bele. Már a topjéből van. Hát az nem realisztikus. Ha. Tudod, mit akarnak ezek? Nem. Le akarnak itatni. Jó. Ha már kis modern. Olajretek. Ezt újra kiküldöm majd. Be kell számítani. Majd pillanat, ezt újra kiküldöm, mert dadogott. Hogy is vagyunk, akkor kiküldöm mind a kettőt, mert egy 50-es, akkor nullázom. És kiküldöm mind a kettőt még egyszer, mert... Hadd legyen már normális, ha nem tudom, ezt is szerintem stream előtt el kell egyszer indítanom. Meg kiküldöm az előzőt, aztán meg majd a másodikat is, mert nem működik. Első nem működik jól. Imádom azt, amikor technika hátráltat. Akkor most még egyszer! Tudod, mit akarnak ezt? Nem. Le akarnak itatni. Na és aztán. És akkor nagy pohárból kell innom, félig. Na, ugye utána azt mondja, hogy... A Bütykösöset olvastam, meg az igen, Kornélt olvastam. Ezen a M10-i nagytaktornak számít, ezen az óriásinak számít. Kirovetsz meg, sem bír fordulni. Olyan nézetek, nőnek a palántáink. Az a jó. Vittél be trágyát, vagy mivel nő meg? Például a kicsikon gyere le. Úgyhogy egészségetekre! Nem jön ám le. Oh. Akármit az a szőr erősebb, mint a másik. Na te szóval ment ki. Utális. Szervusz, Green Ludi. Hoppá, hoppá van, igen. Készen vagy ebben? Szóval mit? Ha hogy hol lehet menni mellé? 11-re. Betítsd ja. Meg. Jön a szántáson mi? Szántásban mi lesz? Szántásban? Gerebézés. Jó. Azt még meg kell ezért. Felsázni, hogy... Mi van bent? Elment ez? Ne? Ja. Menek aludni. Mintha ezt megjósoltuk volna. Szervusz Kovács Tamás, köszönöm szépen. Lehet hallani, nem erős, nem? Nem erős. Vágy. De most ma izéba volt, hát ezt képzeldem a disznózsírba. Nem olajba. Na, útkor megszóltam. Így van, hú. Úgyhogy elnyomta az állam egyből. Kajakóma. On. Igen. Hát ez bent ez fény. Halott bent ez fénytek van. Hát hogy tudj mit aludni ma? Mert álmos vagyok. Délután is aludtál te. Akkor utána akkor nem jössz vendégezni. Nem. Nem tudom, meglátom. Na, nem is lesz vendég. Hát minek? Nem jön Bence. Hát azért mondom, hogy arra kinyitjuk. Hát ez nem, attól lehet, csörgessél meg telefonon. Persze, vagy csörgeti fogunk. Megcsörgetlek én úgy, hogy... Hú, gyerek, kegyetlen, komolyan van, életveszélyes. Bence!
Előre félek, mit mondasz. Most mi helyzet, Pence? Hát mi lenne? Most készül a nagy napra, holnap. Ugye a hatos hördön van, zityó, az vele tudod takarítani. Nem tudok róla. Nagy nap, miről? Miről maradtam le? Foghat a kezébe egy nagy dolgot. Igen. Igen? Na. Ez már rosszra gondol. Igen? Mit? 17 kaszát? Vagy mit? 19-es nincs bevetve. 20-as meg csak föl van szántva. 23-as nincs bevetve. Stífű részre fog. Na, kaptál stífű részt? Na. Hogy is én vetettem. Vetetted. Igen, és kikelsz? Na, az úgy jó. Ő megvetette az unokatesóival a jó drága fűrészt, hogy ő tudjon bele dolgozni. Így van. Hát nekik ő nekik összevaj, mert a... Sová lett a tüské is borona? Itt van nálam. Milyen 260? Egy. Lehet, abból vehetsz még egyet. 261-es? Na, nekem te most mit csinálsz, Zsoli? Várj, nekem milyen van? 2... Várjál, apos, 2, 9, várjál, milyen van nekem, fú. Johnny, te most kiboronázod a vetésünket, vagy mi csinálsz? Ott van a... Olyan nincsen, hanem? Olyan nincsen. Nincs 360-as? Igen, mert miért, mit boronálsz ki? Ne fényképezem neked, jó, hogy van 360-as. Az van rajta. Most megnézem. Én akkor vettem az kiveted vele, ahol az első ilyen számozás jött ki, hogy MS, motor, ezt most veted meg? 360-as. Akkor jó, megnyugodtam. Azt hittem azt vetettem most az előbb, de nem, meg kell 11-es vezetem. Ezt én itt nézem, én itt csak 362-es. Azért, mert ez már, tudod mikor vettem, én már 10 éve vettem körülbelül. Jó, hát ez már az elavult technika a mostanihoz. Mi a 360-as? Ez nem a elavult technika, gyereket. Bencék csúcs technológiával fogják a fát vágni. Ja. Ja, hát a tesznek ilyen van, hát ez ugye. Mi? 360-as izé, MS cége? Hát ez ugye MS. Hallod a tesz ezt enged el. Ez még a tesz, ez még pici. Mit csinál? Duci? Pici. Pici. Hát miért? A 660-as az kicsi, te szerinted? Ja. Igen. Az is kicsi hűrés a 660-as. A 881-es, az már valami. 881-es. Szerusz Kovács Tamás. Az vagy te, 881-es. Mi a neve a játéknak, hogy tudom laptopra tölteni, úgy USB internet megosztás. 881-es hűrés. Micsoda? Nagy röngdöntők használják általában, 660-as, 880-as. Nagy két izé, akasztós izé, stívhűrés az. Hát a Farming Simulator 19 a játék neve, erre tudok válaszolni, a többit azt nem is értem a kérdése. Hol a Bence? Megalszik. Hát figyelj, nem hallgatja meg a választ. Igen? Az gyönyörű. Jó van akkor Bence. Figyelj, elmondja a véleményét és ennyi, és utána kilép. Tűrünk! Sziasztok, Tűrünk! Ja. Valaki ott... Te szántasz, Johnny? Te? De nem szántok, hanem beborok. De ezt nem kell lefújni, mert ez olajretek. Trágya. Ja, úgyis majd gondolom, meg kell most nőni egy fázist, utána lehet megint megszólni. Igen, de ez trágya lesz. Ja, jó van. Miért nem akar kanyarodni balra? Agyvíz is kapok. És hát jobbra. Most majd jobbra. És itt mellettünk mi van? 14-es. 14. Azt mondja, szólja a bab. Ezt lehet rearakni. Az is meg van véve még. De ez még növekszik. Igen? Persze. 50%-on van a trágyázás. Akkor a tesz, azt fújd már le. Melyiket? Melyiket? 14-es. Hey, itt, ahol a Johnny boron mondjuk el mellette. 13-as, ezt bevetetitek. Ezt mivel vessük? Őt ő, ami gabonálva van. Keres. Ha már ott van az a kis izé. Na várjál most a... Te ez halma? Vagy úgy, hogy... Nem. Én most... Vele tapraburgó vagy. 13-as. Vagy repce. Na. Te most a 13-ason szálltad? Azt mondja, hogy... Boronál. De van 360, de már régen, mi nekem is van. Ez van 13, hogy vetted. Aha. Szervusz Tandika, üdvözöllek, mint szponzort, és jó munkát a srácoknak is! Ez mi ez a kiszáradt fű itten, vagy mi ez?
Nem, kiszáradt fű, a szója. Igen. Ilyen szója? Kiszáradt fű! Nem az... Szóljatok már tesznek, hogy menj el szemüveges. Megfújni. Már lopni is akar, figyeled? Darány úr, igen, meg volt. Megosztom a netet telóról, laptopra, és akármilyen játékot töltök, de mindig a telóra sikerül. Hát ezt nem tudom. Én úgy szoktam telóról megosztani, hogy wifin. Tehát mobil hotspotot létrehozok, és akkor meg rácsatlakozok, mint wifi hálózatra a laptopba. Például ezt próbál, mert ne kábellel közd össze. És akkor egy az egyben adja a netet a telefon a laptopodnak, de csak a netet tárhelyet nem. Próbáld meg azzal. Nem tudom, hogy kábellel sose próbáltam még netet osztani a telefonnal, de mivel laptopon vagy biztos vagyok, vagy van benne wifi, telefonod meg biztos van mobil hotspot lehetőség, és akkor úgy, ha megosztod. Johnny, ez valami új textúra, nem? Úgy csatlakoz hozzá, mint egy sima wifi hálózathoz. Melyik? Én nem tudom. Teljesen új textúrák vannak ebbe. Ki tudja ezt? Ez ugye az is számít, hogy merre megyünk. Merre húzunk, nem? Jó volt a vetőgép, Topi. Igen. Igazi lovas vetőgép. Az. Te lóval húztak ezt annak idején. De az nem, az a Perpetuum mobile? Ezt kivetted? Tudom. Tudod az, amikor ami nem áll le. Nem, most ja. Vetőgépről beszélünk. Az nem vetőgép volt? Ja nem, az szélreforgató volt, hogy vagyok. Igen. Annak jó volt a csapágyazás. Szervusz, Kovács Szabolcs, üdvözöljük. Örök mozgó. Na, akkor próbáld meg a telefonon, keresd meg a mobil hotspotot. Tehát ez ugye telefon válogatja, hogy melyik menübe van. De megtalálod. És a engedélyezés, ugye az gyakorlatilag egy wifi hálózat. Rá fogsz tudni keresni, megbírod nézni a beállításoknál, hogy mi a jelszó, meg mi a hálózatnak a neve. És akkor úgy csatlakozz a laptoppal. Na, akkor ez kész. Mert szerintem pörgetünk időt, vagy nem tudom. A füvet is le kell fújni. Nem? Metlem át. Ma már kinőtt egy kicsit. Hogy ezt lehet egyből? Ezt lehet egyből, nem? Vágás után le lehet, nem? Én veszek is felfedőgépet, mert csak egy van. Hát ez a Bence ezért úgy hagyott bennünk. Hát ezért számítottunk. Hát játszunk, meg minden. Tűrünk. Péntek van, érted? Meg ráadásul 8 óra 40 volt. Ja, 9 óra. Jó, lehet, hogy megy polírozni, tudod? Hát... akkor csak nekem kikapcsolja a mikrofont. Na, ennyi. Még GPS használata mellett még simán belefér. Feltéve, hogyha nem, akkor nem jön az alap probléma, hogy nézzek ki, te nem áll fel. A jó, hát mi? Kell még tárcsázni? Szerintem nem. De jó, szórakoztok más kárára. Kegyetlen, kapuk hallod, hallod. Lehet, hogy megy hozzá a nyelvtanár. Lehet. De azért jó szórakoztok más kárán. Hát Torma Tamás, nem? Hé! Hey, betárcsázott földemre raktatok ingatlant? Aminek tárcsáztam? Vagy mi ez itt? Hát ezt múltkor tárcsáztam. Fáradtságos munkával. Nem baj az. Hát nem kapok szó, nem jutok szóhoz. Hát itt is van, amit meg tudok szórni. Várjál, nem is. Mi ez? Ez fű, ez azért megszórom még egyszer. Milyen zene? Szint pop, szintetikus pop. Egyébként Antal válogatatlanul. Hogy telt a napom? Hát, itthon voltam.
voltam, mint a befőtt. Jó zen adott a váljál. Melyik már ez a józanodós fajta? Hát te! De... Mi van? Ha meg mit röhögtük máson? Nem értem. Miről maradtam le? Semmire. Csaló, hogy rajtam röhögnek hárman, és azt tudom, miről beszélnek. És nagyon jó ízű ráadásul. Mi van már megint? Vissza kell nézem a streamet, már úgy érzem. Topi nem kap levegőt. A kondíció hiánya. Ez még mindig. Mit vesz, Topi? Repcét. Akkor viszek ilyen betűgépet. Topfencet. Ja nem viszek, mert ellopták. Van még egy. Hol? Mondd, hogy hol. Voltok még egy a felem. Antal! Kérhet transzet? Hogy a viharban el? Köszönöm a csillagokat. Sőt, találtam egy marha jó transzét válogatást. Hát... Mindjárt megpróbálom előkotorni. Hát, ha meghagytam, nem zártam be. Hát ez egy viccem a munkát, hogy ti mit csináltok? Ezt a kis lobas. Nem, bezártam. Na, mindjárt rákeresünk. Hát, ha rátalálok. Mert ha rám találsz. Hát itt van nagyon nap. Jó, vigyázz. Nem igazán. Madarász Csaba, köszönöm a követést. De ott a szélsőben van, nem lett vetve semmi. Hát 15-ben már vetni. Hát ezt én szántottam az előtt. Azt mondom, hogy amit szántottam. Én meg most ügyét szántottam. Danka úr, köszönöm a csillagokat. Mi a jó? Na várjál, na várjál. Hova lettek az izék? Ne oda mennyi, egy jó. Látom, menj. Hát én is látlak a térképen. Csak mit vessek bele? Bukfencek. Tess. Hallod, úgy, ahogy a dongó szokta. Egy sor ilyen, egy sor olyan. A house is jó lesz, majd írjad már, mert akkor rakok be most house-ába. Több van egyébként jóval. Megnézem, hogy mondjuk valami happy. Happy kategóriába. Nézd meg, hogy ez jó-e. Milyen répát vessek? Cukor répát. Azt szerintem nem vett, hát ez... Hát ez... De azt ne is vett, hogy népszerűbbeket előtted. Ezért... Nem tudtok valami. A átba, zab, lepce, szójaba... Na, ilyen jó. Ha nem, akkor meg keresek trendset. Oké. Valami spesto, meg... Na, akkor mit csinálnak az urak? Vetnek, de az adalmányra már nem megyek. Zitó, pesto. Vetni kéne azért. 23, 20, meg 19. Meg a 10-esre, amit már... Abban mit csavarjak bele? 23-asban mi? De akkor most már nem 14K-val megyek, hanem hozok egy másik szerkezetet. 23-asban mi van? Hát én is vetek ide lepszét, gyerek. Nem sok van. Hát, azt vetek én is. Hát igen. A disznóknak kell. Hát nem. Másik földökön nincsen lepsze. 7-es föl kell szállantani, meg a 30. A 31-es az fű. 7-esen kukorica volt. Ha jól látom. 17-es? 7-es, sima 7-es. Ja, 7-es. Húlva. Jaj, itt lesz. A szántani is kéne. Azt a 6-osra össze lehetne 16-osba vetni. Lehet vetni, de akkor vessünk a 16-osba. Hát de várj, a 16-os az is izé, nem? Semmi nincs benne. Olajretek, na. Nem. Nem. 16-os. Nem a kukorica volt. Ja, nem igazad van. Akkor ez melyik? Ja, a 14-es az olajreteg. Igen, azt már nem kell vetteni. A 16-osba jöhet valaki, mert most húzom le. Megyek mindjárt, napraforgót vetek bele. Jó. 23-asban mit kéne? Amit gondolsz, komolyan. Előtted a jó. Világ. Jó. Akkor megy búza, mert búzából nincs. Na jó. Árpa, azt van bőven.
Ja, csak nekem olyan vetőgép nincs. Hát, ha bolt van, pénz van. Pénzé adják. Jó, van. Ha vegyi a bútba. Tanyasi bevásároló központ 3 betű. Bút. Vesz gyapotot vetek. Azt persze. Olajretket. Szervusz Nimrod, szervusz Biroboti. Most FF 19-ezzel is tárcsáztál. Na, az jó Nimrod. Kicsit, mint hogyha vagy a földön ülnék ebbe a traktorba, vagy a súlyom alatt összefakadt volna a spirálrugó. Hát, igen. Na, amit ha kicsit alacsonyan nézzék. Akkor ide, akkor, amit permet eltér Jonni, ide mert nyomhatom bele, ugye? Én műtre egyáztam, igen. Mit mondtam? Permeteltem. Hát az, hát permeteltem. Befújtad az egészet? Ne. Nem, jó. Ne, azt, csak azt a... De várj, nekem műtrágyázó ez. Nem baj, akkor duplá lesz. De viszont ha ráfújsz, akkor ugyanúgy, nem? Nem tudom. Na, hol van befújva? Hát a másik fele, oda vissza menni. Be van az egész fújva. Mind befújva. De be van. Én nekem a térkép szerint be van. Nézzél rá. Már most mindegy. Ja nem, ott nincs, ahol mész. Csak azon kívül mindenhol. De ha egyébként befújhatod még egyszer, vagy hogyha meg... Ja nem. De nem csinálja újra be nekem. Sok helyen meg kéne hajtani az időt, mert azért... Nem baj, hogy tessenek el ott utána. Ja. Csak az a baj, hogy hiába szórom a vitrágyát, ez nem lesz dupla. Nem baj. De hiába szórtad a műtrágyát is szerintem. Hát a franc tudta, hogy az műtrágyát szóltam. De nem, aztán egyébként is nem látszik a... Jelen látszik a... Nem kell legalább műtrágyát, nem kell bele műtrágyát. Ebbe dehogy nem fogy. Hát de legalább nem kell. Ha elfogy. Ja, nem fogy. Annyira nem fogy, hogy elfogjon. Szerintem bevettem először ezt a részét. Jó az a zene, vagy váltsak, Antal, ha már te kérted a zenét. Szervusz, Harkai Ricsi, van Korponai Kornél. Sor köz mőlizni nem kell a játékban, kukoricát vagy napra forgót nem kell, Szabors.
Dongo! Dongo mivel jött már? 600 soros vetőgépe? 23, 20, 19, azt tudom. Nem kell nézni. Akkor gondolom pici bejött. Nem. Figyelj, Zoli meglátja, itt cirkusz lesz. Mit látnék? Bármit is. Mindent is. Csak nézze nyugodt. Azért van a szeme. Nagyon kis lajti, az mit jelent, hogy kis laza? Jó nagy fülke, ja? Nem megszokott ezeknek a gépeknél. Ha lennülök a földön szerintem, vagy nem tudom, olyan kicsit fura. Kisebbet akartam, de hát eltért. Véletlenül tovább görgetett, félre nyomtál, mi? Igen. Yeah. Nem akartam már veszteséget okozni a termelő szövetkezetünknek. Igen. Szervusz Deske, szervusz Csaba, üdvözöllek! Szép estét neked is! Mikor élsz haza Antal egyéb iránt? Most ez be van már betúrjó itt. Szerintem ez már nem jól látszik az a baj, szerintem itt már be van. Vagy a fele tudja. Azért az is valami, hogy ki kell szállni a traktor, hogy megnézze, hogy be van-e vetve. Annyira nem látszik. Szerintem ott nincsen még. Nem lélek, hogy visszajövök. Azon a soron, hogyha nincsen. Jaj, hova állj meg? Hova megy? Behűlt. Na, most már látom, az a sor lesz az. Majd azon visszajövök. A 11 körül, mert terveztünk zombulást. És jön a horda. És Bence nélkül lesz. És nem szorul, nem szorul Bencének át, ha bealszik. Nem jött. Nem jött farmozni, akkor zombulás. Nem is jár. Ki is tiltom. Megváltoztatjuk a jelszót. Megváltoztatom a jelszót, és... Nem jön, nem úgy már. Jó, hogy nem. Aki nem dolgozik, ne is egyék, ugye? Ennyi. Tudom, hogy nézi a live-ot úgy. Mindjárt lesz hozzáfűzni valója. Ezt már Topi sem fogja kibírni. Itt vagyok, kukkolok ám. Mondtam én, hogy nem fogja szólni kibírni. Szerintem Roland, mit csinálok? Vetek. Éppen vetek. És nem keresztet, hanem napra fordult. Valaki gondolja, ezt a hetest be lehet boronálni. Ma mindent beboronáltam, hogy hetest. Aha. Ez meg volt véve még annak idején. Jaj, azt mondom, de azt nem kell szántani? Nem kell szántani, de kukorica volt rajta, de azt írja, hogy nem kell szántani. De én most befújom. Nem kell szántani, én néztem, hogy... Na érdekes, érdekes. Be kell boronálni, meg ide is lehet vetni. Hát egyet kellett szántani, amit most... Mit szeretnél oda? Ott boronálni. Gyapodot. Itt boronálni kell. Ez akkor... Olyanom nincs. Mit mondtad? Olyan, nincs. Boronát akarsz vetni? Horda, hát azonnal. Hát délután 4 óra körülbelül a játékban. Hát most ez attól függ, hogyha... Várjál már, Tai. Mi van a 19? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alavestek gyapodat. Persze, az. 20 perc körülbelül. Elmentek otthonról, vagy mi van? Majd visszajönnek. Home alone, nem? A reszkesetek betörők magyarul, de ugye egyedül otthon azt jelenti. Szervusz János, üdvözöllek! Itt van Indoor X, mint legújabb kuzen, illetve akkor már Bencének is küldök zenét, mert ő is szponzor is nem kapott, ha már kukkol. De mi Bencén? Persze, most mondta a Bence, hogy én is csak kukkolok. Ja, nem, Isa, bocsánat, ő azt írta, hogy itt vagyok, kukkolok ám. Azt mondta, Isa is csak kukkol. Erre válaszolt. Szerintem az kész van.
Igen. Menj aludni, ne kukkoljál. Akkor itten kell folytatni. Atesznak van kukkenmachen. Ugye? Én szoktam kukkolni, hát... Igen, igen. A jókat a... Igen. Te be is ész, hogy kicsi kukken. Kicsi kukken. Kicsi kukken. Kleine kukkenmachen. Bitte schlafen. Igen, kimaradt. Várjál, melyik a hetes? Úgy látom, a nyelvtanárnő állod is járt. Szervusz Kovács, Zsó! Mi az, hogy évfordulós követi? Az, hogy már egy éve van követi? Gőzöm nincs. Ők annak nem nagy esélye van, mert egy éve még nem volt szerintem Facebook soha semmi. De jó is, hogy tudja. Hogy lehet, hogy nem közvetítettem, attól volt a csatorna, azt rá be lehetett követni, nem tudom. Hát előttem mit megy? Szervusz, Üljös Attila! Vagy ő is, bocsánat. Koronálni, nem? Regisztrálós játék, az mit jelent, Zsó? Mit tudom én. Szervusz, Boros úr, milyen vetőgépen van? Hát nézd meg, most nézd meg! Most nézd meg! IMT vetőgép. Négy soros. Előbb két sorossal vetettem. TZ4K-val természetesen. Gyere Topi, gyere Veti, gyere! Vessetek, vessetek keresztet! Vagyok én is. Gongó megy a 19-este meg a 20-este. Oké. Jól van. Anya. Na. Mi? Ez azt jelenti általában, hogy komplikáció a kivitelezés során. Igen. Szaknyelven. Igen. Gongó se mi van? Lenyomorodtam, bakker. Igen. Bocsánat. Komplikáció a kivitelezés közben. Vannak, hogy... És de nem álljunk fel, meg az asztalok is a... Én és az egy, és mi a nevem mellett. Mi van? Ez az egy, és mi a nevem mellett. Nem értem. Amikor hazaérek, jövök, nem tudok ígérni semmit. Na, majd konzultálom még addig antal. Azt mondom, milyen traktor? Hát ez... Passzolom most a kérdés hirtelen, rád Zetor, nem? Vagy ez nem a Zetor? Ugye beulok, azt megmondja. De, Zetor. Jó. Kimegyünk. Ideni valahova. Nem jó. Azért új GPS kell. Kukorica után így egy boronálva csak így végig húznám a fődet, aztán legyen a... Kitörne a foga. Ezt úgy megnézem, jó kis csutkákba. Gondolva. Kukorica szárba. Tarló? Most igen. Nézem. Igen. Azért uh-huh. Mondom, ez új textúra teljesen. Na, azt mondja, hogy az, hogyha telepítem, kell, hogy bejelentkezzek e-mail címmel. Ez Steam-es játék, Joe, hogyha ez segít neked valamit. Hogyha erre vonatkozik a kérdésed. Magyarul Steam-be regisztrálni kell, le kell tölteni az alkalmazást, és akkor ott meg kell vásárolni, le lehet tölteni. Utána, miután megvásároltad, és akkor utána nem kell gondod legyen, tehát nem kell semmit azon után csinálni, hogyha megvan a Steam fiókod, oda regisztráltál, akkor onnantól fogva azt raksz be, amit akarsz. De meg lehet kapni CD-s verzióban is, meg Epic Games-en is, hasonlóképpen, mint a Steam-en. Szóval, hogy csatár, jó, na jó, oké. Szia, Tavi, szét lehet kapni. Mit? Ezt nem lehet szétkapni, mit mondj, hogy érted? Szervusz BC, szervusz Aknai Roland, jó pihenést, köszönöm szépen. Ott van neve mellett az egyes, csak hogy évfordulós követő, ja, értem. E-mail kell hozzá. Mihez? Persze, hogy kell, mindenhez is kell e-mail. Még a koronavírusos vakcina regisztrációhoz is kell e-mail cím. E-mail cím nélkül manapság nem is létezik az ember. De e-mail címet a legkönnyebb csinálni. Pontosabban nem kell hozzá semmi. Na várj, itt valami nem stím. De, jó, hát húzza, csak a textúrailag nem úgy néz ki. Érdekes eset. De amúgy meg úgy néz, hogy be van vetve. Jó.
Micsoda? Mi az NTR-tónál a tárcsákkal, mint tegnap? Azt akarom kérdezni, az egy, az, az egyes mi a neved mellett? Csak azt nyomva a telefon átírogat. Ja, nem tudom. Mert évfordulós követő vagy. Igazán ismét Joe. Mikor lesz 7 Days to Die? Szerintem majd hajnali egykor. Jó lesz úgy, Bence? De honnan tudjuk, mikor lesz egyébként is? Nem is biztos, hogy nem, lesz. Holnap délelőtt lesz, Bence, majd. Nem, 8-9. Nem is biztos, hogy lesz. De különben akkor lesz, amikor elkezd. Szemi, te ott mit vetsz? A DMC-t. Ja, akkor jó. Hát azt mondta, hát nem tudom, figyelj, nem tudom, Antal, hogy ér haza. Ezt jó volna megvárni, hogy hátra tud jönni. Hát valami más? Nem. Jó, repcét én is csak mondom, most megkérdezem, hogy... Már kezdtem megijedni. De hogyha esélytelen, hogy ember időben hazaérjen, akkor nem tudom. Megkaptad a választ, remek. Addig nem fordulok hasra, mert akkor elalszok, azt mondja Bence. Ha, miután hasra feküdtél, utána kezdünk. Jelezd. Utána 4 óromban kezdünk. Végül is háton is tudod nézni a ágyon, hogy hogy zombizunk el. Ja, ez nem egy probléma. Azzal nincs probléma, mert háton is lehet nézni. Az a kis Zetor, az kéri az erőt, Topi, úgy hallom. Igen. Hát ezt nagyon szórakozik valami. A Topi hangját meghallom akkor. Na, a betűgép nincsen, Bence, ez nagyon nagy betűgép egyébként is. Bárha, oké. Okay. Hason lehet csak feküdni, nem, nekem, micsoda, nekem kitart a belem, ja, Szabolcs, ez kellene. Nem kell várni, nem kezdjétek, nyugodtan, rohadt nagy a forgalom, hát majd látjuk, hogy ha odaérünk, hogy kezdenénk, hogy akkor merre jársz, csak hát jó lenne hordán itt lennél. Nyilvánvalóan. Inkább mint Bence. Van fűszoknyája, úgyhogy inkább mint Bence. Inkább mint Bence. Szóljak Grétának? Tényleg, hát akkor Bence ért Gréta jön. Oké, király, hát már meg is veszítik. Most extra néz biztos, mert ez még mikor szokott vége lenni? Hát szerinted én... Hát kb. Úgy, mint én. Van valaki, aki nézi? Na. Na, ezt megbeszéltük. Topi, te mi specialista? Közvetlen az Esmeralda után. Most reklám van, de... Galaszi Zoltán, köszönöm a követést. Akkor nem mondják a reklámba, hogy mikor lesz vége? Meddig tart a izé, ez? Meddig? Azt mondják 22.40. Hát akkor 11-kor jött. Zombi killer Greta. Azért mondom, hogy bent eljött jön legalább. Ja. Jó csíkos, nem tudom miért ilyen a textúrája, alapvetően pedig úgy néz képbe van vetve. Mindegy. Ott van mosógép, mosóeszköz. A másik telephelyen már, ha nincs, megveszek. És tudom, megyek ezzel nagyja, az legyen a nagyobb, nagy gépek telephelye. Nagy gépek, figyeljétek azért ezt a nagy zolást. TZ4K-hoz képest, ez uras gép. Jó, látom, nem sok mosó van a környéken. Inkább úgy kellene mondani, nem nagy kép, közepes. Hát ez az közepes. Ja,
MTZ-elé.hu. Mert a végén a dongó az, hogy a nagy gépek vannak, és tényleg lesz magának egy nagy gépek. Nem, azért annyira nem. Annyira nem. De igaz, a Johnny ma megszólt. Hát csak leesek, mondom. Mi ez a vetőgép? Nincs olyan nagy ez. Hát ha az be lesz vettve, akkor meg is lehet pörgetni az időt. Mindjárt pörgetheted. Mi mind a kettőt bevetett ma? Hát én nem szórakozok. Hármat betettem, hello. Akkor nem csodálkozok, hogy Johnny meglepődött. Figyelj, ez lovas vetőgép, ez nem más. Az, tudod mikor? Ja, 600 lovas vetőgép. Amikor ketten vettünk egy földet, akkor körülbelül akkor álltunk neki, mint te annak a kettőnek. Mondom, hármat vetettem be ma. Ez igazi lovas vetőgép, Tupi. Hát nem, ez az. Igen. Nem, amit Tupi hoz. Figyelj, összecsukhat húsz. Akkor az tényleg az. Akkor az tényleg. Hallod, főleg a hidraulika csukja össze. Igen, bevettem zárva. Reggel 8-kor nyitnak, hallod? Na, Johnny, eladjam, vagy mi legyen? Nekem az mindegy. Nem mindegy, mert még a többiek megszognak. Már mindenki megszok. Már nem. Már mindenki erről beszél. Hagyd ott a telephelyen, hadd nézzem meg legalább. Aha, oda nem viszem. Na akkor ez is be van vetve? Be van vetve. Be van vetve, mint tovább. Szerintem nincs lefújva ez. Hát most vetettünk be. De én lefújtam előtt. Ja, akkor jó. Csöpet fokhíjasított, négyesben mi van kezdve? Le van fújva. Le van fújva. Repce van a négyesben. Ilyen a textúra, Taika. Igen. Hát... Milyen jó ez a kis erdei út itt. Na, nagyon. Ez a sok fát, ezt el tudnám képzelni otthon az udvarba. Igen. Aha. Nem tudunk aludni, vagy nincs farmház, hogy előbb menne? De van. Csak nem akarok akkor átaludni, hogy... De ja, tudunk aludni. Ötösben van, le lehet aratni a napraforgót. De nincs megvéve. Hát de meg kell venni. Hát minek? Már nem kell annyi főd. Annyi fődünk van mátai. Már tényleg az összes fődünk. Jó van. Ezen az óriási mapon. Hát ez az. És a 25, 26, 20... Bevannak, maradni lehet. Hát még egy picit élhetne. Azt betetted? Nem, árpa van benne, azt bevetettük még mikor elkezdtük 23. 20-19. Következő azért legyen, hogy a csertekők akcióban át, vagy látom Bence. Szervusz Harrier, ugyanezen a mapon játszok, de sajnos ajtáskor a pótkocsi üres marad. Hiába jelezte le a kocsit valami, előre is köszönöm. A textúra hibánk nekünk is van néha. Nem mindig mutatja a kocsiba, de kilóra megvan. Tehát pörögtől fel a számláló, csak nem nagyon látszik a pótkocsi, vagy lenne valami. Néha. Hova tegyem a tőgépet? Elfoglaltak minden helyen. Nem hiszem, mondok. Hova tegyem? Széna kell a terenknek, nem akarja elfogadni. Nem, ide betolom, nem látja senki. Tehén. Úgy nem kell neki külön. Ide kell, csak nem annyira sok, hogy én lerakom ide. Majd elfogy. Na akkor... Hogy állunk? Mindjárt lehet permetezni mindent. Jelent permetelni. 25-26-27-et aratni. Árpa ilag. Az is meg van véve. Hát ez mi vetettük már benne? Mamikó. Az ott az első föld. Topival. Hát akkor azt most hagyjuk összes adatásra beválni. Az a biztos. Hát ott lehet aratni. Szakor. Ben, hát ez ő milyen koszos így tenni gyerek. Na hát, hogy melyik az a trehány? Megnőtt, úgyhogy... 25-26-27 is megnőtt.
Meg most mit vártuk, hogy megnőjön? Minden megnőtt. Kinőtt a repcei. Nálam még nem mutatja, de... Lehet menni permetelni, vagy Taika, neki álljunk a rasút. Hát figyelj, most permetelni, ott alul nem kell a 25-26-27-et. Ketten tudnak permetelni. Meg hát egyen permetelni nem kell. Ketten aratunk. De permetelni csak a 10-től 13-ig, a 16-ot, a 7-et kell, a 29-ben, nem tudom, van-e valami. Az már be van érve, úgyhogy azt nem lehet. Nem kell többet aratni, többet az sötét. Én megyek hordani. Én megyek aratni. Mivel arassunk? Visztulába? Én nem azzal akartam. Melyikkel akarsz? Vontatottal vagy? Nem. Akkor... Ajd, én megyek arra. Melyikkel? Amit vettem, a piros. Itt van az víztula, itt van. Abba ülök, hogy másik? Nem, másik. Van itt összeszedve. Az melyik a másik? Hát egy van. Össze mi hordani? Csak lehet, hogy egyformába kéne menni. Az nem hát olyan, mint ez te. De, ez a pisztula, azt mondom. Csak egyformába menjünk, mert... Csak nekem nem süti a nap a fejemet. Hát persze, mert akinek... Aki burzsúj... Hát igen. Ne haragudj. Én meg szeretem a napsütést, jó időt és a madarak dalát. Fogó meg elmegy fermetezni. Na itt van József is, halló, jönnék fel, de nem látom, melyik DC-n vagytok. Hát a miénken. Csak nem abban a szobában. Mód kéne. Várjátok, majd mindjárt oda megyek, azt akkor... Majd intézem. Szöngyel Szabolcs, tehenet arrébb lehet tenni kézzel, nem? Az nem olyan textúra. Hányos földre megyek? Mindjárt segítek. Mint elvetettünk a végébe. Ja, az árpás? Aha. Ja, az itt van a bortelen. Szalmát ne hagyjátok itt. Nem, mi ez a tékozás, pazarlás? Mi a francia? Na csinálj egy GPS-t, addig Józsinak segítek. Én csinálok. Hát... Nem megy. Na, hú, vége. Végre? Hát mi ez a türelmetlenkedés? Jaj, nem azért! Ezt ős le, ebbe van több is, mint kéne neked. Amit rákérdez, azt ne írd fölül. Jó. Ahol legelőször, hogy okay. Vagy... Hát nem tudok GPS-t csinálni, úgy megy ez a kombány. Hát akkor elmegyek egy másik földre, szaras legyedül. Meg nem nagy vagyok ezek a földek, tessék? Kettő van belőled. Nem baj. Belőlem semennyi nem elég. Na most tudok csinálni GPS-t. Na már meg tudsz? Nem baj. De te lepám, no? Mi történt? Van konfig művel. Hogy ne volna? Hogy tegyek le? Mindig is nagy belő volt a szakmába. Hát nem. Nem is tudtam, míg meg nem mondtátok neki. Aztán itt romba. Nem jön GPS-t csinálj, mert eltolja. Uh-huh. Bút felett kell menjek, hogy is. Na majd most. Ott ez meg az. Hát nem tudom, hallod, nekem nem igazán jó helyre rakja a vonal megjelenítéssel a dolgokat, úgyhogy ez lehet, hogy GPS-re beszélnek. Itt is van a helyben. Na tessék, látod? Belőlem sosem elég. Hát most hova megy? Hát, hogy volt valamilyen óta is, hogy lehet néha, egyszerre két helyen. Istenem. Segíts, hát hogy a fraza, hogy lehetni két egyszerre, két helyen, nem tudom pontosan, mi ez, ez valami... Két életem. Egyszer két életem? Ha volna két életem. De volt valami hát két helyem is benne, nem? Akkor két helyen tudna lenni, nem? Vagy hogy van ez? De volt, úgy emlékszem, van benne valami két helyes is. A piramisnak a izéje nekem, nem? Lehet, hogy az... Te mi? Nem a piramisnak a izéje? Hogyha nekem két életem volna, vagy hasonló. Hát, egyiket odaadnám neked, vagy valami, nem?
Akkor... Jó, hát ez GPS nélkül megyünk. Hát szerintem is. Jó estét, Máté! Csettegjen, Topi! Ja. Fuvaros! Fugadom! Nyugalom, a hosszú élet ritka. Így van. Csettegően úgyse van. Az jó voltja ez az árpa. Az árpa az jól szokta. Jani bácsi, húza is. Meg duplán meg van trágyázva. Na igen. Na, jövök is már föl. Minden oké. Okay. Ki? Ki az? Jó, ki az? Ki az? Tőlem kérdez? Tőled? Melyik az, amelyik itt jön? Józsi, Józsi, Józsi. Gyors vagyok. Mint a villám. Jaj! Bár a fuvaros lenne ilyen gyors. Na itt vagyok, kámpre. Hol van már fuvaros? Na, tessék. Nem, hát nem kell. Szervusz, csak a piramis, miért nincs életem? Ez így van. Ha volna két életem, így van írva. Angyel keres oda a szöveget, addig rohadt urájrek úgyis. Ki permetezik, a tesz? Nem, én eldőltem be, kicsit fáj a fejem. Mindenkinek az fajak mellett gyengébb. Majd a folyó zsipperbe. Melletted minden reggel vidában ébredek fel, és könnyűnek érzem mindenem. Nem megyek én permetezni simán. Az az. Ha ott vagyok, hogyan álljak? Előre! Azt mondja, ott vagyok, hogyan álljak? Hát fel, hát hogyan? Ucsítsál be! Na, miért nem ürít? Hát ezt kérdem. Az nem szedi, nem tudom. Johnny, ürítettük ebből a kombányból? Mivel hogy itt van Topi, és már Topiba beleürítettem. Itt is. Ja, az jó, az jól esett, akkor gondolom. Szemi is kapja már az áldást hátulról. Topi, emlékszel? Igen. Emlékszel, mikor megkérdezték a Taikát? Ugye, Johnny, kár lett volna diszidálni. Kár lett volna diszidálni. Ugye. Hát ezt akkor is mutattam. Istenem, a látvány, kár lett volna diszidálni. Te láttad? Szép az élet, az élet szép. Topi se látta, hallod. De Topinak elküldtem. Neked elküldtem Messengeren. De mi csodát, egy idővászló? Igen. Egy videót majd nézzél meg. Majd elküldi Taika. Ilyen táncos, nem? Az lesz, a mulatós. Az igen. Az élet szép, kár lett volna diszidálni. Fordulj meg, most lepentet. Igen. Villasd a futóművet. Futóművet villasd, az az. Már is elküldöm, Matthias, már is elküldöm. Mert így nem ér, hogy te mi jót szórakozott, meg azt tudod, miről van szó. Ja, itt vagy? Jó, nátollak. Hát ja, el tudok képzelni az időt a fotóművet. Na, tehát figyelj, Atesz, tehát azért élénken, Messengeren küldöm az linket. Hallod, azt nézd meg, Atesz. Na. Az ötös, csak úgy óvatosan. Az csillagos ötös, az biztos. Villanyba futom mindent, ja. Igen. Ó, ezért már ezért megérte fölkelni. Egész nap erre várta. Ja. Amúgy, ha kifogy a folyékony trágya, honnan tudok után tölteni? Hol van tartály? Boltba, raklappal. Van a kocsin is valamelyiken, nem? Én a boltban. De a torony be van rakva elméletileg, tehát építeni tudom, hogy akarunk. De nem, hát a valamelyik pótkocsi nincs van. Igen, le lehet rakva, de állítok, nem? Na, Gyula, nagy videó! Neked elküldtem, vagy láttad valahol? Egyébként üdvözöllek, mint szponzort, de jó... Figyelj, látod a húzó! De a zenét később küldöm, hogy halljuk ott ezt. Hát,
Ez a besírtok. Azt hiszem, fúj. Villasz a fúj. Hátsó popoló. Ez nem maradt, gyerekek, de miért nem maradt? Tele van. Vagy emeld föl, vagy engedd le, vagy nem tudom. Tele, nem Gyula tudja, miről van szó, úgy hallom. Szervusz Halász Máté, szervusz Leszkó Csaba. Nem arra. Van a pirul a horgászat? Na, az jó. Várjál, menjek. Nem, ki kell szállni meg. Szervusz Marcel. Meg is osztottad? Én nem osztottam meg, én csak elküldtem Messengeren pár embernek. Szervusz Kornél, üdvözöllek. A tesz. Na, a tesz még egyszer? Tudod mi? Mert itt a tábla végén szerintem volt valami. Ja, az lehet. Szerintem a... Szerintem a tesz már ne így ére pörgeti vissza. Így is van. A legnagyobb... Na, ja, és a neked is elküldtem ezt. Gyere, Tom. Jobbak. Ez kész, a tesz hozza a formáját. Hát jó szórakozik. Hát de legalább fölébredt. Ott ezt biztos. Az biztos. Jaj... Hívlek deled nekem a fajta! Valami fuvaros szerűség, ha erre jönne, azt... Sok ilyen nem adnám. Meg is, itt is van. Hát... Jaj, már. Így is van. Hát ez ilyen poppoló, látszat! Mit látod, hanem a nevet? Ah, az élet szép! Kellett volna is színálni. Isten, az anyám, ezt mutasd meg, Taika, ez beszarnak hallod rajta. De, de. Hát de most nem tudom, megbírom, megmutathatom-e. Hát de nem itt kéne megmutatni. Meg nem is beszélve, hogy nem streambe. Ez nem olyan tartalom. Hallod, Topi sírek, hallod. Hát halljuk. Ez nem olyan tartalom. Bár nem az én streamem, szóval. Tulajdonképpen. Raymond Jones, köszönöm a követést! Fordulj egyet, jó? Az élet szép. Az élet szép, jaj, de kár lett meg diszidálni. Tudod, mit akarnak ezek? Le akarnak itatni. Mennyi ilyen van? Na is azt. Meg a hajtóművő! Na, engem megitottak, mint a muszáj volna. Mondja, köszönöm szépen, Gyula! Szétlen is meg a hajtóműve. Azt mondja, hogy most a másikat iszom, mert ez túl erős volt szerintem. A legnagyobb hercegnő. A legnagyobb hercegnő, ugye Gyula? A két ez jó, jó csodag lesz így. Egészség! Oh. Ez röhögős lesz most a stream. Most bemerjem rakni? Topi, nem. Szerintem sem. Gyula! Jöjjek! Jézus Mária, most megint ihatok. Most fejeztem be az ivást. Én megmutattam Rékának, mondom, te mikor nyomsz nekem egy ilyet? Azt nem mondom, azt mondtam, azt mondom, nyomok én neked mindjárt. Hónap kész lesz a videó. De azért, sírva rögött rajta. Edinálva, nehogy meg. Egészség. Megint. Elképzelem ott ezt, hogy fetreng a fotelba, úgyhogy mesztelen lábbal, mint ebbe, az dirigál neki azért a kanapéról. Ezzel így, most már elindult. Na, akkor jöjjön a forgás, pörgés. Villasd a futóművet. Ott a szerkezet. Még az agyam is
Agyam is fáradt. Ugye, a tesz. Egyből elment a fejpályán. Ott a szerkezet. Na, én is megnéztem, vagy négyszer. Ja. De értettétek, hogy miket mondott egyébként? Mert itt ott elharapja, de marha jó, amikor... ugye a... hogy is fogalmazott? Hogy is open, tudod, hogy nyitva van. Ez az! Az élet szép! Ott a szerkezet, az élet szép, vagy hogy mondta? Mi vagyok én ilyen hátul? Most várjál már. Behűlt a nézek most, már jó. Nekem. Még egy köszönöm, Gyula, most már biztos, hogy vigazolom lesz. Na ezért is kár lett volna diszidálni, de az arc mindent megérja. Te is láttad, Csaba, ezek szerint. Ezért is kár lett volna diszidálni, lehet? Na, hogy berakd, bünti lesz belőle. Hát, legalábbis az biztos, hogy... necces a helyzet. De aki, de a szponzorokkal, gondoljátok, megnézzük a Discord szobába, ott leközvetítem, mert ott az nem kerül rögzítés, és jót mulatunk rajta a stream után egy negyed órában. A kuzán csoportban jelentkezik, úgyhogy írjon rám Discordon, aki csatornatag, meg szponzor, meg egyéb, és van kedve megvillantani ezt a dolgot, akkor... akkor a támogatóknak jár ez a kis plusz, úgyis tartozok még mindig a Konvoj című filmnek a közös megtekintésével. Oké, tele. Tele van. Tele, 8000 liter, ja. Megyek. Kell vinni. Hát ez a silóba szerintem egyelőre, mert hát disznók azok megeszik, marhák megeszik érdekes módon. Egyébként lehet, hogy figyeljtek, a silót nem kellett volna betakarni, vagy be van. Nincs. Hát mert tekertük az időt, azt nem érik semmi sem. De alig van benne. Milyen van 40 ezer liter? Hát ez a három marhának egy évszázad. Hát akkor be kell takarni. Hát ha csak nem, akkor hát nincs itt kaszálni. Vagy van már, megnőtt már, vagy akkor várjunk még egy ciklust. Hát azért. Hát de lehet silózni itt a kukorica. Nagy a tömörítés 100%. De egyébként meg annyi, hogy mindjárt sötét van. Én letömörítettem. Letakarjuk aztán meg. Alszunk egyet, azt reggel beírik kb. Persze, meg úgyis. Jó. Már úgy hallom, szalad a lemez. Hát ez már szalad. Tajika, te ennyi pálinkától beindulsz? Én mindig beügyök, nem a pálinkától indultam be, hanem a hangulattól. Szervusz Márk, egyébként meg, mivel nem szoktam inni. Gondolom, hogy azért nekem rám komolyabb hatás tanúsít egy picike is. Úgy érzem, hogy már hatást tanúsít. De attól függetlenül röhögtem volna pálinka nélkül is, a teszont, mert nagyon jól szórakozott. Na, ezért már megérte, ugye a tesz? Kár lett volna diszidálni. Ez durva. Meleg, döntsön videó volt, inkább vicces a nevetés. Tessék? Inkább itt a nevetés volt a vicces, ahogy hallom. Nem, az a videó az vicces volt, csak nem tudod, miről van szó ezek szerint. Így van. Majd. Azért röhögünk rajta, mert már én is vagy tízszer megnéztem, az kívülről minden képkockáját fújom, aztán most Atheson röhögtem, hogy végig röhögtem, ő is, meg közben a videón is. Szegény Réka. Mutattam neki, hát sírva röhögött ő is, de aztán amikor megkérdeztem, hogy nekem mikor nyomsz egy ilyet, akkor nyomott egyet. Hallod? Hát de ez nem valami férfi volt beöltözve? Nehogy is, ne hülyeskedj már. Nő volt, hát már mint hogyha lógott volna. Á, persze. Én is azért, mert ha én bírt. Nem, az nő. Először kömény is azt hittem. Hát először én is, mert olyan... olyan nagyon... hihetetlennek tűnt. Mutasd meg a izért, mit mondod? Olyan nagyon sötét volt ott. Ja. Igen. Ugye? Olyan nagyon sötét volt. Hát az. Én is erre gyanogottam. Á, nem, mert látszottak a melle is, meg ugye hosszú haja is volt, meg... Ahogyan. Meg azért meg lehet különböztetni már onnan, abból a látószögből. Meg a mozgásából is persze. Hát,
Hát a mozgása az ott. Volt már ilyen, akinek lókodtad valami. Emberiség felének. Na, 18-as karikátlásra rakhatom kifele szerintem. Nem, nem topik. Ja, 80. Segbe rúgnak. Hát, de... Kombajt de elég láttad, én is láttam István, és ahogy meg kéne nézni valamikor, már megígértem pedig. Szerbusz, rakéta, Matyi, üdvözöl neki. Ah, tele, fuvaros! Jövök. Isának küldel ezt a videót, igen. Hallott? Várjál, 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 elküldtem, hát te, neki elküldtem tegnap. Elküldtem tegnap? Elám. Szervusz, Kevin, milyen videó? Hát, vicces videó. Szervusz, Tiszai Horgász, üdvözöllek. Akkor is mi a neve, amiben ürítesz? Az egy csettegő. De hogy mi a neve? Most így hivatalosan azt nem tudom. Topi, benne, Turbo. Az a neve, hogy Turbo. Fönt van a gyerekek, fönt van a módhubon is. 4x4 trailer van a videó. Na, az a névre kíváncsi. Fönt van a módhubon. Valami 4x4 trailer vagy ilyesmit keres, akkor... Le lehet tölteni. Nem árulok. Nem rakatom be a videót, Kevin, mert egy olyan tartalom van, ami nem a csatornára való, kettő meg az, hogy olyan tartalom van, ami nem biztos, hogy nem hoz büntit maga után. A harmadik meg az, hogy másnak a tartalmát nem érik betenni az én tartalmamba. Már nem tudom, ilyen reakcióvideók vannak, de ezzel nem vagyok tisztában, hogy működik ez, meg hogy nem. És így nem foglalkoztam vele, de csatorna tagokkal szívesen megnézem Discordon a kuzen szobába. A szponzorokkal, akik támogatnak, azt mondja, hogy megkérdezem, hogy is a fél stream után kerítünk rá egy 10 percet, amíg átállunk majd a következő játékra, ha még itt leszel. Ennek a kombájnak 3 nézete van. Ja, néztem én is tegnap előtt. Van egy far nézet is, hogy csak azért, hogy már témánál legyünk. Igen, azért, hogy látom a kijelentőséget. Topi, te hova jut? Ott van. Hát ott a silógödör mellett ott van a izé. Mi? A... Na, mi az a... Na. Ezt meg nem bírom kimondani. Fősílog, az ilyen takarmány sílog. Oda lehet üríteni. Ott van a izé mellett, mondom. A... Gyere ide szemben. Nem ide a... Ne, gyere ide. Oda. Ja. Ezek azért van. Ide mellé. Ez azért még vele rakva. Azt hittem, hogy a gyári fősílogat ez. Hát ez is gyári, mert a mappal együtt adták ezt a dánkot. De van valahol bent az udvarba is egy. Reggel kezd! Hát ugye ez már nem van, sok a 10 óra van. Még egy fél órát játszunk szerintem aztán utána. Váltani kell majd előbb vagy utóbb. Ki kell reggel? Isa. Tudod, amit néztünk útvar személy. Ja, ezt szerintem gyere át, Topi gyere majd átadom, van még ott egy kicsi. Azt még levágom. Néztük. Hát vagy dongóval néztük, hogy szerelni kell, hogyha bele... Igen. Én is voltam. Ja, azért mondom, hogy ott is van, de hát van ott a silógödör. De van a silógödör mellett is. Ja, most oda. Lerakva. Én oda raktam. Oda? Jó. A silógödör mellé, már mind úgy. Jó. Éppen kell a krumpli. Ja, néztem. Most rájáztam meg. Ja. De akkor én már oda nem megyek. Hely, de nem tudom kell. Hogy szedjük ki? Leke, valami ezért fejező kéne. Aztán az a szársószár az kiszedi, amit kerestünk. Ha működik. Mert itt van ez a burgonya technikánál, itt van ez a vontatott. Működik. Általában az működik. Jó, oké, de hogy kiszedi, hogy szedi fel a földre? Hát azt majd rájönünk azon a gyarni, amikor már kín lesz a földből. De valószínűleg homlok rakodóval. Hát mivel? Vagy villával akkor, ragsz be mondod. Következő munkában. Atesz mindig azt nézi, mert olyan csöndben van. Nem, szorom a tábor. Igen. Sandy! Hófordulós követő lettél ismét. Üdvözöllek a kúzenek közt továbbra is. Szerintem bealszok addig rád, nem vagyok a legközelebb is. Szeretnétek
csinálni most a következőben? Hát megpörgetjük az időt, az arat. De akkor takarjuk be a silót. Már be van. Jó, oké. Józsi betakar. Különben a krumplit egyből ki tudjuk próbálni, mert a 8-as földet megveszem, és a krumpli van őket be. Nem a dolgokat, jó? Meg tudjuk nézni, de nagyon kíváncsi vagyok, mert én szerintem az nem fogja fizetni. Fejezni nem fogja szerintem. Azt nem fogja, azt le kell valamivel fejezni. Csak azt nem tudom mivel. Mert azt nem raktunk még be. Hogy gyári. Jó, hát gyorsan, mert nem mutatom. Addig legyakjátok a gyárival. Aztán majd kiszedjük. Melyiket kell még be... Végeztem itt fölül a bőszesre, melyik van még vetve? Mindenben van fújva. Ezek a fehér foltok mik ezen a izén? A 23-as, 7-es, meg 30-es. Meg 20-as, meg 19-es. 29 is. Ezek sebb tapaszok, vagy mik ezek a fehér izék az én asztalon? Mi? Azokat ott nem kell, mert van műtrágyal. Kombájnak az asztalán, van aki fehér kupnik. Hát ez kell még. Olyan, mint a kiütés. 29-es már nem tudja. Nem tudom. Nem, mert az úgy lett vetve. Meg az már egy izé fejére. Mindegy. Jó. Hol? Azt tudod mi? Javítani kell a kombányt. Mert el van koffa, festék lejött róla. Hát de föl van hójogosodva, vagy mi? Igen, hát ez az, az a textúrája neki. Így jelzi, hogy kopik. Érdekes, nekem nem. Lerúgta a festéket. Na akkor... Megy el, hogy a vítás. Hát szakma. Utálj. A végén itt elkapjuk, azt nem bírjuk használni. Megáll alattad a gép. Jó. Már ez lehet, hogy csak vontató. Na mindegy, arra jó, hogy elhozzam. Hát a korumpliásót. Lehet, hogy nem fogja bírni. Csak húzni. De nem baj. Majd rárakok másik traktort. Füvet is befújjam? Minden. Jó. Mindent is. Ha valaki vegyen már itt egy kocka drágyát. Itt van még. Nem kész. Elhasználtam már meg. Boltban is van még. Jó, hogy még a telepen is van. Azt nem értem. Van, van mindenhol. Tiszta gazdagok. A szép zöld passzol hozzá. Bekapcsolja, bírja. Hát, hogy bírja húz, ezt nem tudom, de... Tedd le. Bekapcsolni, bevírja. Bírja, mert nem kell TLT. Melyiket bírjuk? Hát az a 8-as lesz majd. Az szóval lent van. Lent. Ja, akkor for, kass ford. Ott lesz majd le. Igen. Jaj. Igaz ízé. Sötét van. Velbecs. Na. 8.
egy valamit hiányolok oldala. Mit? Akkor mi? Hát a zsákot. Ha, szervusz Petőfi úr! Kötöttek az egyik. Johnny, gyorsabban fut, mint a traki, ez így van általában. Kötöttek zsákot régen a Verbegyhoz az egyik helyre. Egyik másik gyors jármű is gyorsabban lehet szaladni. Hogy kell bemenni. Nem. Nem. A Verbegynek a... Be lehet itt menni valahol. Jobb oldalára kötöttek zsákot. Mert? Mert ahogy vehette ki a krumplit, úgy szanaszét vehette. Ja, értem, hogy egy sorba. Így van, könnyebb volt összeszedni a fehér népnek. Fehér népnek! Hát de ugye az valahogy úgy volt, hogy egy sor kipörgetti, akkor össze kellett szedni. Nem? Mert nem. Ahogy rápörgette, nem úgy? Ja, ezt már felső részek eltávolítását írja különben. Ja. Mehettél ugyanúgy tovább. Ugye megnézzük, hogy eltávolítja, de szerintem nem. Sodokba tettem. Akkor valamivel le kell szedni. Be. Be. Na, ez jó. Hol a krumpli? Benne, ebbe. Tényleg? Csak nem tudom, hogy fogjuk kiüríteni. De ebben nem lehetne benne, csak kipörgeti. Kipörgeti, kiforgatta. De benne van a izébe. Szekérbe. Kis Attila, köszönöm a követést, csak remélem, hogy kibillett belőle a bányász, vagy valami kocsiba, vagy nem tudom mibe. Na várja, hányos? 8? 8. Mindjárt oda megyek, de biztos a földre remenge. Itt van. Ah, kiborította. Földre rakta. Földre, kirett. Lehet akkor. Akkor baljak semmi, 1% volt benne, mint valami nagyon kevés. És ott már mivel szedjünk fel? Lapáttal. Már ez ott marad. Hát szólunk a fehér népet. Ja. Szóz igen, hogy porol. Hát, akkor csodálkozol? Barca Ráni, elköszönöm a követést! Nem vas vellát, nem rottott? Az a fellecset. Ja, igaz. Mivel? Vas világot? Barca Ráni. Az a föl? Zongó. Az nincs berakva. Hány százalék van benne, Tai? Üríti kifele folyamatosan. Igen. Itt van végig. Na, most már megy. Na, ezt mondom, hogy ugye ezt kipörgeti, tehát a krumplit kirakja az oldalára. De most benne van. De hogy van benne? Itt van végig 20-ra sor. Igen, mert kontrollit megnyomta, az úgy is maradt. Ja. Most már szaporodik benne 160, 170, 30, 40 százalékon van. Hát majd a tárcsa beviszi. Barabás Boton, köszönöm a követést. Jaj. Ami fuvaros jöjjön, azt megnézzük, hogy bírjuk felszedni. Itt csak... vagyok a tárgyalásra. Ha minden igaz. Fuvaros! Valami utat keresek. Tehát... Verseny! Csak hova rakja? Sehova. Persze, csak így lehetett megoldani. Ilyen felszedőt azt tudok belerakni a játékba. Igen, lehet. Na, mit csinálják maguk már? Na, itt szóltam végig a krumplit. Nincs lehetőség. Bekapcsolás, kirakás itt. Na, megint nem. Azt nézem, hogy... Ebből se tekő elfogadja egyáltalán? Hol van a csettegő? Melyik kategóriában? Autók. Autók, sima autók. Igen. Hát ez nem írja, hogy mit visz. Kár. Bála. Ott van egy pótkocsi. Kapacitás, nem tudom egybe. Gyula, köszönöm a csillagokat! Ott van egy 14 kapó. Nem tudom, hogy hova raktam. Én is csináltam videót, és nehogy a Facebook letörölje. Ja, értem. Majd össze is megoldom. Hangulatos ez a map, Petőfi úr szerint. Szerintem hozzatok, hogy más szekeret is, mert ez nem biztos, hogy megeszi a krumplit. Bár ja, jó volna. Igen. Mit vigyünk? Akkor venni kell. Húzva. Nem kell. Sima pótkocsit.
Mondjál Johnnyhoz. Mivel... Megyek. Várja, valamivel főszedtük el ezt. Itt az út szélén tél vagy a főt már. Tajka, gyere azzal a UTB-vel, ami ott van lét. Oké, hát ez elhagy. Minek? Már most azért, hogy ezután a pótköcsődján tudjam kötni. Na, köszi a játékot, ne további hozzá. Szervusz, Attesz, most már kirögted magad, most már jót alszol, ugye? Egy forgást, Attesz majd. Igen. Ezt még megnézem, ezt kétszer árom. Ott a szerkezet! Szép az élet! Hello, Attesz. Kár lett volna diszidálni. Kár lett volna diszidálni, Attesz, ugye? Úgy is lehet, Gyula, én is fel tudom megvenni, de ha elküldöd, akkor legalább nem kellett öltenem. Nézd meg, a kis traktor egy olyan pótkocsit, amivel lehet vinni, azzal lehet? Ott van. Johnny, amit hoz, az elviszi a krumplit, mert azzal már voltunk már krumplit, úgy tudom, nem? Nem tudom. Na, sziasztok. A boltba ennek megbírod nézni, hogy mit bír. Szia, Tesz. Valaki vegye elérti nekem pótkocsit? Minek? Állítani. Mit? De mi? Hát a krumplit. Már itt van itt már kipróbálásra. Ja, már vittetek? Persze. És ez sem mutat olyat. Nem, le akarnak itatni. Na és aztán. Itt csak kirakás itt van. Hoppá, italozás az ugye meg. Kösz. Írtál valamit, mert nem hallottam közbe. Nem. Köszönöm szépen, Gyula! Menjél megnézni. Küldtél hozzá valami üzenetet? Kidobtam. Menjél megnézem. Tessék, tejé, visszaadom. Jövök másra. Még itt nem látom. Na, látom az üzenetet. Ne, nem küldted. Oké. Okay. Akkor jól látom, hogy jól látom. Akkor hát sajnos megint. Ú, de ez pont az erősebb, nem baj? Most ezek adtak kezembe. Hát ez így nem lesz. Egészség! Okay. Oh. Hát ez lehet, hogy... Lehet, hogy le kell öblíteni. Le is kellett. Na, mire jutottatok? Semmire. Jövök a rakodóba. Akkor ki kell borítani? Ja. Akkor időközönként kiborítom egy kupacba. Ja. Egyébként lehet, hogy úgy is van kitalálva, nem? Hát ez úgy van kitalálva, hogy folyamatosan egy... Értem, hát én engedhetem folyamatosan is, csak hogy ne legyen szívatás, szerintem azért csinálták olyanra... Hát de olyanra, a szívatás. Azért mondom, azért csinálták olyanra, hogy legalább kupacokba kell kiönteni. Szervusz András! Üdvözöllek! Az úgy felszedi, de... Nem tudom, hogy ez zombizás, de majd jó lesz a zombizás. Jó, ez nem fordul el. De azért... Az UR rakodó, ennek el kell fordulni. El kéne. Belement a krumpli. Igen, bent van. Kun Norbi, köszönöm a követést! Itt a topi mellett van, oda kipörkedte. Sor. Meg ugye ott itt. Ott kezdődik, ahol van a zöld potkocsi. Vajon például. Hopp. Azt főzött az összesen. Vidd azt az UTB-t. Nézd meg. Topi! UTB-t! Ja?
kitaláltam egy pótót. Kicsit, amit a bálázó, nem? Tényleg, végig. Egy kicsit, aha, ott akkor még mindig itt a szalma hátul. Jól néz ki amúgy. Még volt itt, nem? Van, csak nem engedtem, de. Tudom, csak ja. Már tele volt, azt nem engedte. Mit csinál? Van végig a sor végéig. Elég is. Ez mennyire gyorsabb még mindig így is, mint ásóval. Maradj az, ha? Maradj, maradj. Ja, tényleg a fordulóval. Fölszerem mindet, úgyis kiderül. Ja, még nem irítették? De már vagy kettőt, hármat biztos. Hát az, azért. Johnny, nézzétek, hogy hol van learatva, azt látjátok majd. Hát nem, mert a aratatlan területre. Na jó, de hát ott meglátjátok. Jaj, nincs meg a sor, nem olyan sok helyen voltam még. Akkor várjál. És akkor lesz majd mégis. Igen. Itt, ahol állok. Na, minden kapcsoltam be. Sok volt. Igen, már pálinka szerintem. Hát bír ki. De jó. Igen, sokat bír ki egy van. Hát a következőre én szervek egy ilyen felszedőt. Itt van még egy kupac. Látom. Megint nem kapcsoltam be. Jaj, bekapcsoltam, csak nem engedtem le. Többet nem láttam. Úgyhogy nem jelzi a lapádba sem. A kanálba. Hú, elküldtem. Állom az élet, kár lett volna diszidálni. Köszönöm szépen. Jaj, valaki feltűnt a semmiből. Rolli van. Az élet szép, kellett volna diszidálni. Itt is egy kupac. Jöttök? Belerakom ide. Ja, jó, jó van, akkor legyen már tiétele. Jelzően az oldalt kettem kicsentve itt a madárkő tovább. Értelem, mint ez a kázalik. Jó az a pörgető, csak... Csak nem lehet bőle kiüríteni, egyik másik az, hogy már úgy látom, hogy inkább csak egy sort vissza. Te a GPS-t csinálod? Nem. Ebben a traktorban nincs GPS.
csak kettő. Néha elhagyja a sort, ugyanúgy. Már kettőt mész. Igen, azért mondom, hogy inkább egyet visz ez, mint kettőt. Igen, igen. Látszik. Hát elvileg ez egy soros csoport. Igen. Csak kettőről tüntette el a felső rész, azt gondoltam. Egy merészet, de... Szerintem pörgessük be az időt, ezt majd következő live-ra beérik a másik krumpli, aztán meg fogom oldani a problémát. Lehet ezzel szedni következő... Lehet, csak ketten szedjük, vagy hárman, és nem, valami... Nem, én kerítek hozzá fölszerűt ilyen láncot, ami fölszeri a földről, és akkor menni kell mellette, mint a silókombány. Igen. Van olyan. Tehát jó, de akkor is azért olyan. Egyedül elég lassan halad. Két ember pörgeti, egy ember szedi, meg egy fordul. De szerintem ne pörges ki többet, megneveljük az időt, aztán... Vagy hát ha már... már fél tizenegy van, úgyhogy... Már sokat nem, mert még az negyedből inkább, de... Mit akartuk utána játszani? Seven Days-t. Na nem is szedett a itt. Ja, majd tele van. Fúr, hogy ilyen hamar tele van, mi megyek egy kört. Hát de figyelj, pörgetőt most is lehet venni, hogyha valaki még pörgeti. Max, vegyük fel ezt a támlát. Hát vegyél egyet, azt akkor még pörgetett top? Ja. Vagy, hát nem, csak én. Hát, vegyél három. Hát de miért vegyek hármat? Habár nem lehet. Vegyél kettőt, akkor veszek kettőt még. Na úgy, igen, hogy még kettőt. Mennyivel menjünk? Ez a fajta kukoricaszedés is egy módja mazoizmusnak. Hát Csaba, igen. Ez egy élmény. Ezt nem mondom, hogy pozitív, de élmény. Ez burgonya, nem? Ott van kettő. Gyere a boltba. Boltba. Tögösi bevásárló központ. Állj egy helyből, az kész. Hát azért én megálltam itt. Nem, talán nem vagy zúgva senki. Szemmi el tudsz állni? Úrba vagy, nem félek emeletet. Hallod, szerintem már lelépett. Hát tudod, az asszisztentős azért kéri a... Ja, igen. Kéri a mellékhelyiséget. Igen. Róla jó, ki elvitte az ő... Így szedik ki, hogy a krumplit kifele. Ányomom. Ha jó. Szervusz Zsolt! Jó estét, jó játékot, köszönjük szépen! Így egyfolytában ürít Józsi. Igen, rájöttem, véletlenül megnyomtam a kontrollit, azt úgy is mondom. Mondom, kihúzom egyenesre, hát több kevesebb siker. Elvédettem a hibát, amit a tai is az elején.
Jó, az a kis két különben. Ahhoz képest, amilyen kicsi egész lakott. Következőleg az nem lesz baj, ha egy folytábor itt, mert mondom, ilyen láncos főt. Ja, azért mondom, hogy lehet őt is. És akkor tényleg funkcionálisan fog működni. Vagy rendezhetésszerűen. Megakadt-e? Nem. Csak... Ki van kapcsolva? Azt hitted. Melyik a nem tele van? Ja, lehet. De jó szórakoztam, Tapin. Jön, itt valám kinyit kukattál az elejében. Látjuk, hogy jó vagy. Te majd jön személy, ugye? Itt vagyok. Ja? Elment a bárpulthoz. Ja. Nem a csét porcelán buszhoz ment. Ha nem moztam most be. Azt tudod, micsoda, Topi? Mi? Tudod, mi ez a porcelán busz? Mi az a kifejezés, hogy porcelán buszt vezetni? Nem. Akkor megfelelő mennyiségű alkoholt fogyaszt az ember, akkor előfordul az, hogy ahol bejött, ott ki is akar menni. És hát ugye a... Az ember ilyenkor általában a van érkezés, akkor elmegy egy fehér színű porcelán tárgyhoz, és amivel annak a karimájába belekapaszkodik, úgy néz ki, mintha kormányozná, mint a vezetni. Hmm. És akkor porcelán busz vezet, az azt jelenti, hogy kapaszkodik a perembe erősen. Oh. Aha. Jaj, bocs. Nem néztem, hogy ugyanabban a sorban vagyunk. Menjél nyugodtan. Itt mindegy kicsi a föltudat. Vele, Józseffel mindenki szembe megy. Dogó, ezt szántani kell. Ez olyan, mint aki szemben megy mindegy. A kompájára. Egy mind. Akkor jövök valóban. De amíg nem szedem össze, ne szánts már a krumplit majd, amíg van. Jó, de már az a tikerült. Nem láttam, nem ilyen. Itt is van egy, meg itt van a sarokban. Tényleg hány literes kanál? Hát biztos nagyobb, mint ennek a tartája. Ezres. Ez meg 500. Ja. Talán. Nem baj, úgyis kell tárcsázni, ezt ide lerakom. Nem kell, maradj, ezt sajtáltam, hogy csettegjen itt. De ezt a kis kiszedőt szerintem bír megvinni avval a nyitottal is, avval a kis urzusszal. Tézni egy káva is. Én majd valami kicsibe hiszem. Na jó, megálltam ezért. Én sokat leviszem ezzel, mert ezzel voltam itt. Elfogyott az üzemanyag! Van Isten, mi? Végre valami jó hír. Sami, miért arra mész? Tudja miért. Nem lehet kapni üzemanyagot a boltba, mi? Hát miért nem jössz ki itt a végébe? Várja, ez így nem. Itt a bolt. Hát te ezen a végén voltam a főtek, így közelebb a... Jó. Na most megkökelesti a disznókat. Oda is raktam le egy kupacot. Látom. Oda is, oda raktam le. Inkább úgy mondom. Itt az elejében van kettő is. Hát én ebben nem megyek, hát ez... Nagy tudva. Ennek a T4K untig elég. Bőven, hát most... Ez nem... Szóval majd tűzem a jakút.
Jobb, mint a konditerem. Amúgy... Hol van üzemanyag kutét? Hát, mapon van. Na, azt keresem. De rosszul nem megyek nyilván. Na ez az. Chuck Norris üzemmód, igen. Te bírod még ennyit pályázni? Hát már kezdek orientációs zavarra küzdeni. Szervusz Tamás, üdvözöllek téged is. Ennyi nem tartál be vissza, hogy mondjuk, hogy traktorra szerep, hogy fogjuk kérdezni. Traktorba hordjuk a gázolajt. Szinte adtál kocsit? Nem kell. Kedves csókolom, hölgyem. Igen, nekem tudom egy kicsit nagy a ritikülöm, de nekem ilyen van. Az hol a franc van a benzinkútos, már tényleg komolyan mondom. Hol? Hát ott, ahol te vagy. Lehet itt nincs. De ott kell lenni, balra, ott. Térkép szerint ott van. Várjál, odaugrok. Ide gyere, ahol én vagyok. Na mi van? Igen? Nem tudom, hogy hol van. Itt van, nem? Itt a, itt állok. Ez úgy néz ki. Ja, igen. Ki mondta, hogy nincs üzemanyag ebbe a traktorba? Aztán, ahogy úgy erre, mint én már néha, hogy rossz volt a mod, aztán ahogy indítod is be, egyből le is áll. Ez megyen. Jó. Még van egy kis kúfi. Átfér. Tudom. Jó napot kívánok, tessék vigyázni. Jövök. Megyik a sarokból is. Kedi csókol, mit vagyok teli tankkal? Itt már láttam. Ja, ez taika, ez nagyon kicsi, tudom. Nem, baj az. Mi a kicsi? Jó végén baj lesz, hogy ezt nem tudtam. Tága ségen andalog. Hoztól, köszönöm, hello! Nem egész öttel. De legalább csipogna ez is, mint a bálázó, hogy mindjárt tele van. Ott is mindig nézni kellett 400-nál. Nem, mert szólt. Bép, 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 ja, szokott, hogy baj van. Igen. De itt csöndben van. Itt csak annyit vesz észre, hogy egy nem visz. Főleg, hogy nem is te veszed észre. Ja. Úgy szólnak rád. És akkor már harmadjára kerülsz. Megyen ez! Most Józsika, krumplit szerek!
korszerű, krumpli felszedő, szuper szerkezettel. Ez a legkorszerűbb az összes között. De hát a traktorhoz képest ugyanaz a korszerűség jellemzi. Beöntöm a kai kupacba. Na, hogy azt hisz, hogy kiengedi. Várjál, még én adok. Mennyi, akkor főszedem a maradékot. Is szedi. Az, azért haladunk ki a veszett módon. Nagyon komoly. Dolgó meg szánt, mint állat. Igen. 6-os, 8-osek, 10-esek éve. Én már láttam 12-t is. Dolgó mögött. Tele. Úgy össze kell szedned, szóval... Ja, szóval. Mi a topi nagy a lendület? Igen. Várjál, elmegyek előtted, ott. Megyen, nem megyen. Topi úr, szedi ám, mintha muszáj volna, vagy azért nem muszáj? Rája parancsolt a kis kegyedre? Ne csak a napot lopja, közben pont tele van. Gyere! Na jó. Mondjuk elvettem egy kis csigot, akkor legalább azt közöttük egymás után. Ennyi csak, persze. Vattul, fejtős vele. Na baj, akkor még a szél... Mindegy. Hát csak úgy mentünk körbe-körbe, mert úgy jó fordulni. Igen. Már úgy értem, hogy erre kell, aztán a szélsőn vissza. De mindegy. Én már vittem, ahogy láttam igazából. Ez az, hogy ész nélkül. Egy gondos szervezés. Ugye, Topi? Így van. Én meg szétszórtam az egészet, mert nem csuktam be. Nem baj, majd a lapátos összeszedi. Hú, basszus, tele vagyok. Már gyakoroltam a következő turnusra. Amikor rendre kell szedni. Már előre dolgoztam. Igen, igen. Azt a nagy táblát biztos nem így fogjuk, úgyhogy ezt most meg... Fazekas Friderika, köszönöm a követést. Az úgy jó lenne. Na, ezt is mióta szedjük? Hát... Hát egy fél órája... Milyen fél órája?
Nem, olyan régóta szedjük, nem kell aggódni. Azóta már tankolni is voltam, de ez, de ez olyan, mint az én kék MTZ-n, basszus. Most tankoltam, azt már 20% oda. Topi, te mit szedsz erre? Én már sem. Kavintont. Hova mész? Jaj, nem erre. Van még benne? Nincs, kiöntöttem. Én is. Hova hát egyébként a pák környékének két vagy mennyi kormány? Akkor jól sansz, hogy gyertek, ha megyek. Aztán Dongó szerint fel, akkor abból nem lehet kőkövön se. Végén még minket is beszállt, vigyázz. Jó, elmegyek már látta. De még van a Topinak a csettegőjébe is krumpli. Az már vitte. Itt is van nagy tartalma, ez micsoda? Csettegő. Nem vittem el a csettegőt. Ki fél ez itt vajon? Jó. Na, mindjárt. Öpe. Amíg Sammy oda kis volt. Kis trükkel talán. Ez mi is oda? Ez üzemanyagtelep, vagy csak valami... Nem, ez a teheradó. Sammyhez belátér, ugye? Na, adjál, megyek ki. Na, ma megyünk is. Szervusz, Ford Raptor, üdvözöllek. Ja, vittébe adni szoktad, Sammy? Hogyne. Közben lenullázom ezt azért, mert jó, túlment már. Azt mondja, hogy reset, és akkor az utolsó 200-asat kiküldöm, hogy pénzni legyünk. Vagyis hát... Nem, de van itt egy 200-as, ezt kiküldöm, és akkor... Akkor most már megint látszik, hogy hogy áll. Már túlcsordult. Na. Hát ez egy nagyon... ügyes szerkezet, ugye, Johnny? Az. Aha. Nő a tengeri. Ezt nézd meg, nekem össze lehetett akasztani a kettőt. Na, látom, összebagoltattad. Aha, összebagolt. Az a baj, ha nyomok egy kút, mind a kettőt leakasztja szerintem. De egyébként lehet, hogy ezeket a szedőket lehet sorozni. Nincs rajta valami vonószer? Nincs. Nekem is valahogy kiírta egyszer, hogy tudnám akasztani. Na mindegy. Ja nem. Csak azt a izét dobta le. Az jó. Azt is belefér. Belefér. De én legalább egy kanyarból megcsináltam a kettőt. Lent már nincs, ugye Dongo? Vagy a tankja nagyon kicsi ennek a járműnek, vagy sokat fogyaszt. De már megint oda van. Az a kupac van ott. Üzemanyag jó része. A másra nincs akkor. Ó, micsoda karalában. Ennyi akkor, ugye John? Mhm. Hogyne. Igazi, csak azért sorsolom, hogy jöjjön még valaki. Karácsony van, de ennyi jelen igazat. Szóval nem rakom el szerintem messzire. Hol tegyük akkor? Ide beállok-e. Így keresztbe? Én nem, ide a kaszákhoz. Úgy mondom. Hogy keresztbe? Az nem keresztbe van, sorjában van. Ja, azért vannak erőviszonyok a kettő közt. Hát ez egy UTB, ez meg mi ez? Deutz-fár. Deutz-fár. Ja. Ah, és a Deutz, az, hogy fár emelik, azt nem tudom. D25-ös. Mikor egyes hűtet? Nem tudom, de szerintem ekkor még nem nagyon. Fár. Ez Deutz-Lanz. Az jó. Mert a vontatmánya. Képnéltünk már egy hajót, 33-as. Izé, Deutz-fár motor van már benne. Ja. Na, hogy áll a palánta? Aha, fut már. Van palánta, de ez kell még... Van. Bocik? Van, hogy... Szalmát eszed, finom? Palántából lehet csinálni. Mi? Palántából mit lehet csinálni? Hát paradicsomot, gondolom. Olyan is van a makor. Mindjárt megnézzük, mi van. Na jó. Kell gyújni két sor. Mi? Két soron van.
Hát nem tudom, van itt valami izé. Vagy egy káposztkarláb, nem tudom mi ez. Azt hittem kimaradt ki. Én ebben nem látom. Dehogy is. Ráncs be. Hol lesz? Miért éppen bedobtuk ide a bálákat, nem tudom? Nem, azt én raktam be még a pótkocsiról. Nem, nem ez a kukat az, amelyeket pakoltuk? Olyan, az is van, de már egy pótkocsival pluszban van. De szerintem annyira lóg be, hogy szedi össze. Az a jó. Tele van. Veszünk még három marhát, az kiderül, hogy beszedje. De nem kell felpakolni, jó zsmerg, azt szedi össze. Jó. Ott van a szénát is, azért raktam oda, hogy majd az ajtóba beszedi, de majd látjuk. Mert szénával is szerintem jól állnak. Hát az nem, ez férne bele, bár még biztos nem egy egész bál, azért nem akarja még erőltetni a kérdést. Valamit is mindenhol minden bál. Nem tudom lebudítani a gurdony hátjának. Mit? Tedd a főtárlóba. Nem fogadja. Johnny, az direkt hagytam valamit. Hát, már mi? Ám azt gondoltam, úgy is kell tartani. Nagyon félről is leszel. Hát azonnal jó lesz, mire átállunk, meg minden, meg ugye van itt 20 perc a hordáig, úgyhogy akkor várunk szeretettel. Próbálj, mivel mentél? Fénykával. Oké, akkor jól láttam. Már 15% az érés a szilázsnak. Milyen kupon itt a is? Akkor holnap már be is ér. Alszunk, akkor be. Mi csinál maga itt? Nem tudom. Mehet. Gyere, Johnny, hazaviszlek. Az igen, így. De azért, azért futnia kell az ügy érdekében. Aha. Na jó. Ó, miért itt az út közepén minden? Nem fogadja, gyerek. Mit nem fogad? Oda rendes az az ember. És a disznó elfogadja? Hát az... Mit? Krumplit benne. Tele van, látom. Hagy ugye benne. A Siru nem fogadja a krumplit? De egyik hagy se? Benne. Kettő van. Ja, nem, az csak színepadlás, mi? Igen. Hagyd benne. Hagyd benne, mert rakunk be Silót van. Tiszta. Berakjuk a egyenesen erő MGTS-est. Itt a marha takarmánykeverő is, azt is beraktuk. Majd annak is kell valami helyet keresni. Most már kezdve kicsit arra emlékeztetni, még mind amiket látni ilyen elhagyatott a kis településeken. Régi gépek szanaszét az udvaron. Ne, ez nem szanaszél, van, ez megfelelő átgondolt rendben. Akkor úgy mondom szanaszél, hogy nem hol van. Oh, no. Jaj. Erre, mert dobálja a traktort. Ne dobálja. Hát csak megigazítani, elszár. Hova futottál, Szemi? Hát nem tudtam sehova. Sok sör után megy a bokorba. Nem ráálltam. És nem tudtam menni. Átéltem. Annyira nézelődti ott. Néztem a térképet, mi hogyan áll. Ja, hogy áll. Amúgy azt tudjátok, hogy le lehet menni a map szélén? Igen. Legutóbb kipróbáltam. Vége a világnak, vagy mi? Igen, itt fogod magad, kijössz az útra, elmész balra, és mész egyenesen, egyszer csak leesel a
mi ez, világról, akkor mész a semmibe. Azt vettük meg 24 millióig. Na jó, csináltad akkor. Látom. Na igen, mert ugye ez a normál mapnak egy kis hányadát tölti csak be. Igen, igen. Azért volt, hogy mert ugye föld aránya, milyen terület arányos ugye az ár. És a jó nagy darabot megvetti. Szervusz, de Zsenikő! Üdvözöllek közben még. Na, viszont akkor befejezésre kerül a sor lassan. Nézzük, hogy áll a zene. Már még egy perc van belőle, addig elbúzkodunk, hogy megyünk. Megyünk szerintem már lassan. Na jó, akkor lehalkítom. Na és akkor indulhat a móka. Vagyis hát pontosan ez a móka befejeződik, aztán indul majd egy másik. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Hát volt krumpli is, meg volt lucerna is, úgyhogy minden is meg valósításra került, amit elterveztem, és elterveztünk, úgyhogy most már nyugodt szívvel indulhatunk tovább, úgyhogy lett telehere és krumpliföld is, meg persze egy kis veteményezés is, és aratás is. Na hát, szervusz Balázs közben, terv szerint az lesz, hogy most egy kicsit zombizni fogunk. Ha gondoljátok, gyertek, jön a horda, izgalmas lesz. Aztán folytatjuk a dolgokat, ottól abba hagytuk. Hát remélem, hogy nem kell sok sebet nyalogatni, meglátjuk. Bekényítom még a szervert, meg át kell írni, úgyhogy szerintem egy a 20 perc körülbelül mire jövünk. Úgyhogy remélem, hogy addig még kitartotok, és ha van kedvetek, természetesen mindenkit szeretettel várok. Ha nincs, akkor meg találkozunk legközelebb, addig is legyetek jók, sziasztok! Taika the Gaming Channel.